Jó napot kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Szokás szerint tegnapi napon szerdán a kormányülés tartott, az ott meghozott döntésekről Gulyás Gergely miniszter úr fogja önöket tájékoztatni, parancsolj. Én is tisztelettel köszöntök mindenkit, és elnézést kérek a késés miatt. A kormány a tegnapi ülésén a héten várható Európai Uniós fejleményekkel foglalkozott. Azt reméljük, abban vagyunk érdekeltek, még hogyha ez távolról sem csak Magyarországon múlik, hogy az Európai Uniós intézményeknek mielőbb legyenek vezetői. Az Európai Unió tagállamainak többsége úgy gondolta, hogy ez lehetséges, és úgy gondolta, hogy előnyös, hogyha amikor a személyekről döntés születik, akkor nem csupán egy, hanem az összes intézmény vezetőjéről születik döntés. Ezért kerül sor vasárnap Európai Uniós csúcs találkozóra, hiszen ez a legkésőbb időpont, ami még az Európai Parlament alakuló ülése előtt van, hiszen július 2-án megalakul az Európai Parlament, ami azt jelenti, hogy ott és akkor az Európai Parlamenti tisztségviselők megválasztására, így az Európai Parlament elnökének megválasztására sor kerül. Tehát, hogyha az intézmények és a tagállamok bevonásával olyan egyességet akarunk kötni, ami valamennyi intézmény vezetőre, beleértve a parlament elnökét is kiterjed, nem vitatva, hogy ez a parlament hatásköre, akkor a legkésőbb erre vasárnap van lehetőség. A kormány örülne annak, és támogatja azt, hogy minél előbb az Európai Uniós intézmények élén alkalmas vezetők álljanak. Természetesen az alkalmasság sokkal fontosabb, mint a sietség. Tehát Magyarország akkor is olyan vezetőket hajlandó támogatni, hogyha a állam és kormányfők, illetve adott esetben, hogyha egy informális intézményi párbeszéd van, akkor más uniós intézmények is találnak olyan vezetőket, akik ezeknek az intézményeknek az első számú tisztsége betöltésére alkalmasak. Többször elmondtuk ezeket a szempontokat. Azt szeretnénk, hogy olyan vezetői legyenek az európai intézményeknek, különösen a bizottságnak, akiket nem egyéni hatalmi ambíciók fűtenek, hanem akik alkalmasak arra, hogy valamennyi tagállammal konzultáljanak, valamennyi tagállam között konszenzust hozzanak létre, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy olyan intézményvezetők legyenek, akik egyetlen egy országot sem támadtak meg, és akik valamennyi országgal korrekt viszonyt ápolnak. Éppen ezért azok a jelöltek, akik listavezetők, csúcsjelöltjei voltak a nagy néppártoknak, nem tesznek eleget ezeknek a feltételeknek, ezért mi magát a csúcsjelölti szisztémát sem tudjuk támogatni, és a csúcsjelölteket sem tartjuk alkalmasnak. Egyértelmű volt a legutóbbi Európai Uniós csúcs találkozón, június 21-én, hogy a csúcsjelöltek nem élveznek olyan támogatottságot, amely szükséges ahhoz, hogy jelölté váljanak, hogy az állam és kormányfők bármelyiküket jelöljék a bizottság elnökének. Manfred Weber esetén is az a helyzet, hogy miután megszavazta a sargentini jelentést, és Magyarországgal kapcsolatosan sértő és valótlan kijelentéseket tett, ráadásul kérte, hogy ne támogassuk őt, azért ennek eleget téve a magyar kormány, a visegrádi négyek, és ennél sokkal szélesebb körben összesen 11 tagállam nem támogatta. Úgy látjuk, hogy az ő esetében a minden kormány iránt elvárható feltétlen tisztelet feltételei nem állnak fenn. Olyan embert kell találni, különösen a bizottság élére, aki minden kormánnyal képes korrekt párbeszédre, és ma azt látjuk, hogy Manfred Weber még egy utolsó kísérletet tesz, hogy a CDU-CSU-t rávegye arra, hogy őt akár még egy intézményi válság árán is támogassák, de mi úgy gondoljuk, hogy jobb lenne az intézményi válságot elkerülni. Olyan új stratégiára van szükség az Európai Bizottságban, amely egyértelműen megállítja a bevándorlást, támogatja a külső határvédelmet, és az Európai Egyesült Államok koncepciója helyett tiszteli és tiszteletben tartja a nemzeteket. Az elmúlt hét fejleménye, hogy itt Magyarországon egyre több olyan hangzik el az ellenzék részéről, illetve most éppen a Soros család fiatalabbik tagja részéről, akik az Európai Uniót is bekívánják vonni a magyar kormány elleni harcba. Mi ezt elutasítjuk, önmagában is tűrhetetlennek tartjuk, hogy Soros György fia elsősorban Magyarország rágalmazásával kíván édesapja örökébe lépni.
ő magyar állampolgár, aki Magyarországon tartózkodik, élvezi a magyarok vendégszeretetét, és ehhez képest rágalmazza az országot. Az ifjabbik soros generáció is úgy tűnik, hogy e tekintetben szeretne édesapja nyomdokaiba lépni, akinek legalább nem vitattuk soha azt, hogy a rendszerváltoztatás időszakában voltak érdemei, de az elmúlt években nagyon sokat tett Magyarország ellen. A Soros Egyetemen elmondott beszéde a Soros fiúnak az egyértelműen azt bizonyítja, hogy továbbra is Magyarországgal és a magyar kormánnyal szembeni küzdelem a célja, illetve a céljuk. Ehhez használják fel egyébként a CEU ügyét is. Mint többször elmondtuk, hogy a magyar törvényeket betartva tud a CEU itt működni. A CEU arról döntött, hogy Bécsbe költözik. Innentől kezdve a kérdés az osztrák kancellár hatáskörébe tartozik, bárki legyen is az. A kormány tegnap foglalkozott a költségvetéssel. A költségvetés céljai között többször elmondtuk, hogy ez a családok költségvetése minden korábbinál lényegesen nagyobb mértékű családtámogatási intézkedéseket tartalmaz a költségvetés. Továbbra is elsők vagyunk Európában a költségvetés családtámogatásra fordított GDP arányos mértékét tekintve. Ezt a nem csupán megőrizni kívánjuk ezt a helyzetet, hanem egyre inkább kiterjeszteni az így elérhető forrásokat és családtámogatási eszközöket. Ezekről majd röviden külön is szólnék. Emellett pedig a gazdaságvédelmi akcióterv is része ennek a költségvetésnek, hiszen továbbra is azt látjuk, hogy míg az európai gazdasági környezet egészében lassul, ennek az elsődleges oka az, hogy Nyugat-Európában a növekedés mértéke rendkívül alacsony, ehhez képest a közép-európai térség a növekedési motorja Európának, és ezen belül is Magyarország az első negyedéves gazdasági növekedésével egész Európában, az Európai Unió 28 tagállama között a legjobb eredményt produkálta. Azt is látjuk, hogy a költségvetési vita is alkalmas volt az ellenzék számára arra, hogy azt bizonyítsák be, hogy komolytalanok és alkalmatlanok, hiszen nehéz másként minősíteni azt az ellenzéki frakcióvezetőt és vezérszónokot, aki körülbelül szó szerint elmondta a 2017-es költségvetési beszédét. Nem vette észre, hogy most nem a 2018-as, hanem a 2020-as költségvetési javaslatról tárgyal az országgyűlés, de a Jobbik frakcióvezetőjét is minősíti az, hogy milyen módosító indítványokat nyújtottak be a költségvetéshez. Az Orbán Viktor szoborra és egyéb kulturális műalkotásokra vonatkozó javaslatok egyszerre szánalmasak és nevetségesek. Ma ezeknek a pártoknak Magyarország jövőjével kapcsolatosan a parlamentarizmus alapjait egyébként történetileg megteremtő költségvetés elfogadásának vitája során ezekkel a javaslatokkal tudnak az ország nyilvánossága elé állni. A kormány áttekintette a júliusban induló családvédelmi akciótervvel kapcsolatos korábbi döntéseket és ezek végrehajtását is. A családvédelmi akcióterv részeként 7 intézkedést fogadtunk el, ebből 5 július 1-én, tehát hogyha jól számolom, akkor hétfőn hatályba is lép. Ilyen a babaváró támogatás, ahol 2022. december 31-éig vállaltuk, hogy azok a házaspárok, akik, ahol a feleség 18, illetve 40 év között van, 10 millió forint, legfeljebb 10 millió forint kamatmentes szabad felhasználású kölcsönt igényelhetnek, és a gyermekvállalástól függően kell ezt részben visszafizetni, vagy pedig ez teljes egészében támogatássá válik 3 gyermekvállalása esetén. Július 1-től megkezdődik az időszak, amikor vállalni lehet a gyermeket. A kormány világos döntéseket hozott, tehát akinek július 1-jét követően születik a gyermeke, jogosultá válik erre a támogatásra. Ezt kérelmezni kell, majd augusztus 1-jétől előzetesen kell kérelmezni, de miután a hatályba lépés az előzetes kérelmezéssel kapcsolatosan okoz nehézségeket, hiszen nehéz előzetesen úgy kérelmezni valamit, hogy a szabályozás még nem lépett hatályba. Ezért a július 1-je és augusztus 1-je között születendő gyermekek esetén utólagosan is lehet kérelmezni. Tehát világossá tettük azt a vitát, ami a sajtóban is felütötte a fejét. Az átmeneti időszakot úgy tudjuk megoldani, és az elkapcsolós kormányrendelet emlékezetem szerint tegnap a magyar közönyben meg is jelent, hogy ebben az esetben utólagos kérelmezésre van mód. Augusztus 1-jét követően születendő gyermekek esetén természetesen a várandóság időszakában előzetesen kell a támogatást kérelmezni, vagy akár a várandóság időszakát megelőzően, hiszen itt ugye egy babaváró kölcsönről beszélünk, ami épp hogy nem egy utólagos támogatás, hanem egy
előzetes ösztönzés a gyermekvállalásra. A csók kölcsön is július 1-ével lép hatályba. Ez ugye azt jelenti, hogy a csók mellé felvehető legfeljebb 3%-os kamatozású csók kölcsönt már használt lakásra és házra is fel lehet venni. Ez két gyermek után 10 millió forintos, három vagy több gyermek esetén pedig 15 millió forintos kamatmentes kölcsön igénylésére ad lehetőséget a családok számára. Szintén azt reméljük, hogy ez egy komoly, ez a bővítés komoly segítség lehet azoknak, akik gyermeket vállalnak, illetve nevelnek. Szintén bővül a jelzálog hitelekhez nyújtott támogatás július 1-ével. Ez azt jelenti, hogy a június 30-a után született második gyermek után 1 millió forinttal, június 30-a után született harmadik gyermek után pedig 4 millió forinttal lesz kevesebb a családok jelzálog hitel tartozása. Minden egyes további gyermek születése esetén 1-1 millió forintot vállal át az állam. És szintén július 1-ével lép hatályba a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása. Itt is azt vállaljuk, hogy 2022. december 31-éig új személygépkocsi vásárlásához 2,5 millió forint támogatást igényelhetnek a több gyermekes, három vagy több gyermekes családok. Ez nem lehet több ez a támogatás, mint 50%-a a gépjármű vételárának. A bölcsődefejlesztési program is folyamatban van. Ennek keretében azt vállaltuk, hogy a jelenlegi 50 ezer körüli bölcsődei férőhely szám 2022-re 70 ezerre fog nőni, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki bölcsődébe kívánja adni a gyermekét, a számra tekintettel, hiszen mindössze körülbelül ennyi igény merül fel évente, 2022-től bölcsődébe is tudja adni a gyermekét. A január 1-ével pedig majd a négy, illetve több gyermekes édesanyák személyjövedelemadó mentessége lép hatályba, illetve a nagyszülői gyermekbevezetése fog majd január 1-ével megtörténni. Ezek tehát a július 1-ével bekövetkező legfontosabb változtatások. Még a múlt héten beszéltem a kormánynak a szúnyog írtásról, gyérítésről szóló döntéséről. Azt tudom ezzel kapcsolatosan további információként mondani, hogy a belügyminisztérium 825 millió forintot igényelt és kapott az egyébként már a költségvetésben szereplő, mint egy 1,5 milliárd forinthoz a szúnyogírtásra. További települések, 307 településről érkezett igénybejelentés, amelyek korábban a szúnyogírtási programban nem szerepeltek. Egyébként eddig légi kémiai kezelés útján, ebben a májusi és júniusi adatok is benne vannak, 151.488 hektáron, földi kémiai kezelés útján pedig 129.994 hektáron, biológiai kezelés útján pedig mintegy 12.000 hektáron valósult meg a szúnyogírtási program. Ezek a következő hetekben még intenzívebbé fognak válni. A belügyminisztérium a szükséges forrásokkal rendelkezik, az igényeket felmérte, tehát további 307 település kerül be ebbe a körbe, úgyhogy azt reméljük, hogy a vakáció időszakában és a szabadságvások időszakában a helyzet jobb lesz annyival, amennyivel a tudomány állása szerint ma ez biztosítható. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, hogyha vannak kérdések, és tudok rájuk válaszolni, akkor állok rendelkezésre. Elsőként akkor Magyar Televízió. Köszönöm szépen. Fenyvesi Renáta, M1 híradó. Miniszter úr az uniós csúccsal kapcsolatban említette, hogy az alkalmasság fontosabb, mint a sietség. Ez azt jelenti, hogy akkor nem számítanak megállapodásra most vasárnap? Mi szeretnénk, hogyha lenne megállapodás. A kormány, és nyilván a miniszterelnök, aki az országot és a kormányt képviseli, is abban érdekelt, hogy ha lehet, akkor döntés szülessen, de a legfontosabb az, hogy alkalmas jelöltek legyenek. Most miután még mindenki a kötelező köröket lefutja, ez különösen a németekre jellemző, de valójában az állam és kormányfők a csúcsjelölti rendszert elbúcsúztatták június 21-én, ezért szerintem most már nincs akadálya így a gyászidőszak leteltével, hogy június 30-án érdemi döntések szülessenek. Szerintem, hogyha a csúcsjelölti rendszer nem nehezítette volna meg a döntéshozatalt, akkor már akár előbb is születhetett volna döntés. Ha most képesek a nyilvánosság előtt is tudomásul venni az Európai Unió állam és kormányfői azt a tényt, amit legutóbb már egyébként
ott egymás közt tudomásul vettek, hogy a csúcsjelölteknek nincs meg a szükséges többsége, és ezért elkezdenek más jelöltekről is beszélni, akkor bennünk mérsékelt, de optimizmus van azzal kapcsolatosan, hogy akár hamar lehet olyan jelölteket találni. És miután csomagban akarnak dönteni, erre utoljára most van lehetőség, hogyha a csomagnak része az Európai Parlament elnöke is, akik alkalmasak lehetnek az intézményvezetői tisztségbe töltésére. Több ilyen jelöltet is látunk mi a magunk részéről, és amikor erről magunk részéről mondom, akkor a visegrádi országokat is ide kell érteni, hiszen a visegrádi országoknak közös álláspontja van az intézményvezetőkkel kapcsolatosan. Orbán Viktor azt mondta a legutóbbi csúcs után, hogy vannak jelöltjeink, jó jelöltjeink, mármint a visegrádi országoknak közösen. A háttérben gondolom azóta a múlt vasárnapi csúcs óta is zajlanak a tárgyalások. Sajtóinformációk szerint a kül- és biztonságpolitikai szék az, ahova visegrádi ország által képviselt jelöltül. Hát ezt meg tudja erősíteni, miniszter úr? Hát, mint lehetőséget igen, bizonyosságként semmiképpen sem. Múlt héten csütörtökön, pénteken ültek az Európai Állam és Kormányfői, de akkor még nem volt szó arról, hogy regionálisan kinek mi jár idézőjelbetéve. Ugye a Lisszaboni szerződés azt mondja, hogy földrajzi egyensúlynak kell lennie többek között, és hogyha ezt figyelembe vesszük, akkor nem biztos, hogy a visegrádi négyeknek, de ennek a térségnek biztosan valamelyik tisztségre kell, hogy kapjon lehető, vagy a jelölésre kell, hogy kapjon lehetőséget. Mi nekünk nem az a legfontosabb, hogy melyik tisztségre jelölhetnek a visegrádiak, hanem az a legfontosabb, hogy valamennyi tisztséget betöltő személy az alkalmas legyen a feladat ellátására. Ez ráadásul különösen is kiemelten igaz a bizottság elnöke és a tanács elnöke kapcsán. Legyünk őszinték, fontos a külügyi főképviselő is, de nincs egységes külpolitikája az Európai Uniónak, és mi azt képviseljük, hogy ne is legyen. Ettől ugye teljes összhanggal lehetne csak eltérni, mert a teljes összhanggal lehetne a jelenlegi szabályokon a szerződés módosítással változtatni. Tehát a külügyi főképviselő fontos, hiszen kifelé mégiscsak megjeleníti az Európai Uniót, de súlyában elmarad a bizottsági, illetve a tanácsi elnökségtől. Ennek ellenére is azt mondom, hogy a legfontosabb egész Európának, hogy alkalmas, valamennyi kormány számára elfogadható, konszenzus teremteni képes jelölteket lehessen találni. Köszönöm szépen. További kérdés, Magyar Nemzet. Baranyai Gábor, Magyar Nemzet. Két témába kérdeznék. Egyik az EU-s csúcsjelölt, hogy itt már döntötte a kormány arról, hogy konkrétan kit támogat, ha Manfred Webert nem. A másik pedig továbbiakban is a családvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos, hogy felkészült az államigazgatás a július 1 után beérkező kérelmek kezelésére. Ugye elhangzottak a médiában olyan hírek, hogy nagyon sokan távoztak az államigazgatásból, nehezebb az ügyvitel. És ennek egyik része, hogy a TB jogviszonyt kinek kell igazolni. Tehát ennek a kérelmezőnek kell utána járnia, vagy pedig ezt a bank is megteheti. Mert ez nagy könnyebbség lenne a kérelmezők szempontjából. Köszönöm. Igen, tehát fölkészült az államigazgatás arra, hogy a július 1-én a induló családvédelmi program hossz szükséges hozzájárulást a maga részéről megtegye. A TB jogviszony igazolással kapcsolatosan a fő szabály az az, hogy ezt ügyfél szerzi be a járási hivataltól, de van lehetőség arra is, hogy ezt a hitelintézet szerezze be az ügyfél számára. Ha valaki a gyorsaságot részesíti előnyben, akkor valószínűleg egyszerűbb, hogyha az ügyfél szerzi be. Ezzel kapcsolatosan az igénylés lehetősége az a lehető leghamarabb meg fog nyílni. Most ugye július 1-e az hétfő, de szerintem erre már a holnapi napon is lenne lehetőség. Korábban ezzel ellentétes tájékoztatás is nyilvánosságra került, én ezt nem tartom helyesnek. Tehát a 3 éves társadalombiztosítási jogviszony igazolása az nem függhet a rendelet hatályba lépésétől. Az ezzel ellentétes nyilatkozatok, jogértelmezések szerintem alapvetően tévesek és kifejezetten ügyfélellenesek. Tehát van lehetőség a TB jogviszony igazolás igénylésére, és hogyha ezt ügyfél teszi meg, akkor szerint gyorsabb lesz az eljárás, de a jogszabály azt is lehetővé teszi, hogy ezt a bank szerezze be. Bocsánat, ki a jelölt, igen. Ki a jelölt? Visegrádi közös álláspont van, és nyilván hosszabb ideje felmerültek jelöltek.
ezekkel kapcsolatosan a Visegrád, ezekkel a jelöltekkel kapcsolatosan a visegrádi országok kialakították a véleményüket, és megvannak azok a személyek, akiket tudunk támogatni. Nem csak egy személyről van szó, több ilyen személy is van, akit a bizottsági elnökségre, illetve a tanácselnökségre tudunk támogatni. De nem szeretném ismertetni, konkrét kérdés elhangzott a legutóbbi kormányinfón, arra is választottam, tehát például Barnier volt Brexit ügyi tárgyaló biztos személye is elfogadható, de vannak más személyek is, akik a magyar kormány számára, illetve a visegrádi országok számára elfogadhatóak. És azt is tudomásul kell, hogy itt egy politikai egyensúlyt is teremteni kell. Tehát nagy valószínűséggel, hogyha a bizottsági elnök néppárti, ami megfelelne az eddigi gyakorlatnak, akkor a tanácselnöke már nem lesz néppárti. Legutóbb ez nem így volt, de most azért arra van reális esély, hogy akkor a tanácselnöke az a szocialistáktól jöjjön, és akkor utána vagy a parlamenti elnökként, vagy pedig külügyi főképviselőként egy liberális politikus is fog hivatalt betölteni. Tehát a józan ész szabályai szerint minden átírható, vagy mindennel ellentétes megállapodás, mindezekkel ellentétes megállapodás is köthető, de egy politikai egyensúlyt kell teremteni, földrajzi egyensúlyt kell teremteni, férfi-hölgy arány tekintetében is, ha teljes egyensúlyt nem is sikerül teremteni, de általában az Európai Unió tekintettel szokott arra lenni, hogy legyen olyan hölgy is, aki az egyik vezető tisztséget betölti, és mindehhez még azt is hozzá kell tenni, hogy van, ami kizárólag az állam és kormányfők hatáskörébe tartozik, van, ami kizárólag a parlament hatáskörébe tartozik, a parlament elnökének megválasztása, és van, ahol pedig a két intézmény közötti együttműködésre van szükség, mint a bizottság elnökének megválasztása. Ezért nagyon sok szereplős, sok tényezős a tárgyalás. Szerint ennek ellenére azt mondom, hogy szerintem az alkalmas jelöltek azok a kalapban vannak, és a visegrádi négyek egyébként együttműködő, és szeretné azt segíteni, hogy az európai intézmény vezetők kinevezése mielőbb megtörténhessen. Az egy más kérdés, hogy olyan csúcsjelöltet nem látunk, aki feladatok ellátására, betöltésére alkalmas lenne. Ildikó, ATV. Köszönöm szépen. A fővárosi törvényszék ezzel a sajtótájékoztatóval egy időben tárgyalja Nikola Gruevski volt macedón miniszterelnök kiadatási ügyét. Azt szeretném kérdezni, hogy egyetérte ön Trócsányi László igazságügyminiszterrel. Ő tavaly novemberben, amikor Gruevski itt menekült státuszt kapott, a macedónok pedig már a kiadatási kérelmet továbbították ide, azt nyilatkozta, hogy abba az országban már nem lehet kiadni, ahol az üldözés történt. Én minden jogi kérdésben hivatalból egyetértek a mindenkori igazságügyminiszterrel. Tehát akkor a tárgyalás végeredménye az lesz, hogy nem adják ki Nikola Gruevskit Macedóniának? A tárgyalás végeredményét nagy baj lenne, ha én meg tudnám mondani. A bíróság majd dönteni fog. Köszönöm. Másik téma, a kormányhivatalok, ugye Tuzson Bence közszolgáltatásokért felelős államtitkár felügyeli ezt a területet, a miniszterelnökséghez tartozik. Az Index és a hvg.hu is arról számolt be két cikkben is, hogy iszonytató sorok vannak a kormányhivatalokban az ügyintézésnél. Boros Péterné pedig a közszolgálati dolgozók szakszervezetének az elnöke azt nyilatkozta, hogy Budapesten 615 dolgozó hiányzik, országosan pedig 4000 a kormányhivatalokból. Valóban van-e válságtanácskozás, és mi az önök megoldási javaslata erre az áldatlan helyzetre? Természetesen a miniszterelnökségnek, tehát nekem is, és különösen a területért felelős államtitkárnak az a feladat, hogy ha bármilyen nehézség felmerül, akkor azt a lehető leggyorsabban oldjuk meg. Korábban már többször említettem, hogy van egy közigazgatási reform, ez attól függetlenül létezik, hogy a közigazgatási bíróság felállításának elhalasztására mindenféle időkorlát nélkül került sor, de január 1-ével egyfokú közigazgatási döntéshozatal lesz, és kétfokú bírósági jogorvoslat. Ez alapvető, és a hatósági jogkörök közül pedig van
6-700 olyan hatáskör, amelyet nem szükséges, vagy nem ebben a formában szükséges, vagy nem a kormányhivataloknak szükséges gyakorolni. Ez tehát azt a körülbelül 4500 fős létszámcsökkenést önmagában indokolttá tette volna, ami az év közben bekövetkezett. Most a helyzet az, hogy a január 1-i állapothoz szükséges létszámhelyzet az nagyjából előállt májusra. Ezért van 7 hónap, amikor ezt meg kell oldani, úgy tudjuk megoldani, mint a vidéken ilyen nehézségek nincsenek, hogy vidékről például, aki készen áll erre, azt megkérjük, hogy legyen kedves Budapesten hasonló feladat ellátni, Pest megye és Budapest között kell egyensúlyt teremteni, természetesen az államtitkár úr ezt a feladat ellátja, semmi a válságtanácskozás nem volt, akár lehetett volna is, de nem volt erre szükség, mert a havi rendszeres kormányhivatal vezetőkkel történő egyeztetésre szóló meghívót volt valaki, aki a sajtó tudomására hozta, és azért aztán ezt egy bombasztikus hírben meg lehetett írni. Természetesen ezeket a budapesti létszámgondokat igyekszünk a lehető leghamarabb megoldani, és a cél az az, hogy most például, amikor a bavárú támogatás miatt a közigazgatásnak amúgy is fontos feladata lesz, hogy ezeknek az eljárásoknak a gyors lefolyását biztosítsa, akkor, hogyha szükséges, akkor plusz forrásokat, vagy pedig átrendeléssel, áthelyezéssel további alkalmazottakat tudjunk a kormányhivatalokban és kormányablakokban csatasorba állítani. De akkor most ön mit tud mondani mindazoknak, akik Budapesten vagy vidéken a kormányhivatalokhoz fordulnak, és 3-4 órát vagy fél napot kell várniuk, ne adj Isten, 1300-as, meg nem tudom milyen magas sorszámokkal, hogy júliustól, hogyha éppen ezeket a családtámogatási ügyeket intézik, akkor ez lerövidülhet egy órára, vagy fél órára? Csak hogy pontosan a helyzetet írjuk le, vidéken, csak Pest megyében és Budapesten voltak ilyen gondok. Átmenetileg lehet, hogy a több száz vagy igen, több száz kormányablakból lehet egy-egy olyat találni, ahol nincs elég ügyintéző, de főszabályszerűen problémákat kizárólag Budapestről, és kisebb mértékben Pest megyéből jeleztek, ráadásul a Pest megyei problémák is annyiban Budapestnek köszönhetőek, hogy a budapestiek, hogyha itt nem tudnak ügyet intézni, akkor elmennek Pest megyébe. Ezt próbáljuk, sőt ezt a helyzetet meg fogjuk oldani. A megoldás az az, hogy itt valóban több élő munkaerőre van szükség, tehát azokra az emberekre, akik kormányablakokban, illetve a járási hivatalokban ügyfelekkel közvetlenül dolgoznak. Ezt meg lehet oldani, szerintünk a megyében is van még lehetőség arra, hogy erre további közvetítéselők álljanak rendelkezésre, tehát van mód arra, hogy áthelyezéssel ezeket a kormányablakokban, illetve kormányhivatalokban fennálló problémákat orvosoljuk. Az a cél, hogy ez néhány napon belül megtörténjen. Boros Péterné a Klubrádióban azt nyilatkozta ma reggel, hogy önnel, mint szakszervezeti vezető meg tudja teremteni a kapcsolatot, de Tuzson Bencével, a területért felelős államtitkárral valahogy nem sikerül érintkezésbe lépnie, pedig próbálkozik. Ezen tud-e ön bármilyen módon segíteni? Állok mindenkinek a rendelkezésére, aki jó szándékkal segíteni kíván. Köszönöm, még két rövid kérdésem van. Tegnap bejelentette Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, hogy Varga Judit lesz az igazságügyminiszter, ha Trócsányi László távozik. Azt szeretném kérdezni, ugye Varga Judit most az ön államtitkára, uniós kapcsolatokért felel, hogy lesz-e helyette másik államtitkár, illetve azt lehet-e már tudni, hogy ki lesz az igazságügyi államtitkár, marad-e Völner Pál, vagy Varga Juditnak egy saját államtitkára, mert mint hogy ő választ államtitkár. Ugye, ahogy azt szintén tegnap a miniszterelnök sajtófőnöke közölte, a kormányzati szerkezet is egy ponton változik, miután Varga Judit eddig államtitkárként az egyik államtitkára volt az Európai Uniós ügyeknek, ezért az volt a megállapodás, hogy az igazságügyhöz tartozzon az Európai Uniós képviselet. Tehát a miniszterelnökségtől áthelyezi a miniszterelnök, illetve rendelet módosítással a kormány az igazságügy miniszterhez. Innentől kezdve pedig az államtitkár asszonynak lesz a feladata az miniszterként, hogy meghatározza, hogy az Európai Uniós területen, illetve az igazságügy területeken államtitkárként helyettesen kivel, illetve kikkel kíván együtt dolgozni. Köszönöm, a Budapest államtitkárság is önhöz tartozik. Mi a nem is fog változni. Mi a véleménye az ellenzéki előválasztás eredményéről, illetve milyen esélyeket jósol Tarlós Istvánnak, a Fidesz-KDNP közös jelöltjének? Ugye ugyanön ügyesen összekötötte az én hatáskörömet egy választási részben pártpolitikai kérdéssel, de én
nem tudom, mennyire lépjem át azokat a kereteket, amelyeket mégiscsak egy kormányinfó keretében tartani illendő lenne. Tehát szerintem a helyzet az az, és itt akkor most nem kormányálláspontot mondok, hanem személyes álláspontot, hogy a ellenzéki főpolgármester jelöltek egy részének részvételével egy rendkívül érdekes roncsderbi zajlott az utóbbi időben, ahol szerintem valamennyi jelöltről az bizonyosodott be, hogy alkalmatlan a főváros vezetésére. Ráadásul az nyert, akinek az alkalmatlansága a leginkább kézenfekvő. Én egyetértek Tarlós Istvánnal, aki tegnap azt mondta, hogy ő Karácsony Gergelynek drukkolt, sőt, ezt korábban is mondta, tehát még az eredmények nyilvánosságra a kerülését. Ön is Karácsony Gergelynek drukkolt? Hát természetesen. És miért? Mert úgy gondolom, hogy a három induló közül Karácsony Gergely az, akinek az elmúlt 5 éves polgármesteri teljesítménye Zuglóban a parkolási botránnyal és mindazzal, ami ott történt, a legegyértelműbbé teszi, hogy ő nem alkalmas a főváros vezetésére. Az nem a demokráciának a része, hogy vannak viták és ilyen... De az a demokrácia része. Nem erősíti a demokráciát? Dehogy nem, az erősíti a demokráciát. De helyes is, hogy vannak viták. Valószínűleg Karácsony Gergely nem értene egyet velem azzal, hogy ő teljesen alkalmatlan a főváros vezetésére, ezért itt például van egy vita. Köszönöm szépen. Következő RTL Klub. Borák Anita vagyok az RTL-től, több témában is szeretnék kérdezni. Egyrészt az előbb reagált már Varga Judit kinevezésére. Szeretném megkérdezni, hogy miért pont őt választották, és hogy van elképzelésük arról, hogy Trócsányi László a felkészültsége alapján milyen pozíciót szeretne az Európai Bizottságban? Szerintem Varga Judit államtkeresztény az elmúlt bő egy éves tevékenységével és teljesítményével azt igazolta, hogy kiválóan képviseli a magyar érdekeket Brüsszelben, kiállt több alkalommal is a Nemzetek Európája mellett, és hogyha megnézzük, akkor mintegy 10 évet dolgozott az Európai Parlamentben, ezt megelőzően bíróságon, illetve nemzetközi ügyvédi irodában is dolgozott, summa cum laude végzett a Miskolci jogi karon, tehát maximálisan alkalmas ennek a tisztségnek a betöltésére, és ez önmagában is, kifejezetten az ő személye is indokolta azt, bár korábban egyébként az ő személytől függetlenül a 18-as kormányalakításkor ennek lehetősége fölmerült, de az ő személye még inkább indokolta azt, hogy az Európai Uniós ügyek azok az igazságügyminisztériumhoz kerüljenek. Tehát Varga Judit államtkeresztény kapcsán azt tudom mondani, hogy én maximálisan optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy a bizottsági meghallgatásokat követően még ebben a parlamenti időszakban az ő kinevezésére sor kerülhet. Második kérdés. Trócsányi miniszter úrnak ugye a miniszteri megbízatása június 30-ával szűnik meg. Július 2-ától ő európai parlamenti képviselő lesz, és a magyar kormány biztos jelöltje az Európai Bizottságban. Nyilvánvaló, hogy a portfóliókról beszélni addig, amíg a bizottságnak nincs elnöke idő előtti, hiszen szinte diszkrecionális joga van a bizottság elnökének abban, hogy melyik biztos milyen portfóliót töltsön be. Köszönöm. A múlt héten is szó volt a Wizzairről itt a kormányinfón, és akkor azt ígérte, hogy még aznap elindul egy eljárás. Tud-e valamit arról mondani, hogy ez hol tart, mekkora bírságra számíthat a Wizzair? Azóta újabb utasokat hagytak bajban, hogy ehhez mit szólnak? Igen, és újabb eljárás is indult, tehát ugye látom azt, hogy a Wizzair vezetésének ez nem feltétlenül tetszik, de szeretném jelezni, hogy Wizzairrel kapcsolatosan én itt kormányálláspontot ismertetek, és úgy gondolom, hogy az olcsó jegyárakkal a színvonalatlan szolgáltatás az nem magyarázható. A most a Wizzairrel szemben folyamatban lévő, illetve ebben az évben folyamatban volt eljárások a következők. 2019. január 26-án Dubaj-Budapest járat podgyászok tűntek el, és emiatt 15 millió forintos fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a közigazgatási
hatóság elsőfokon tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt ezt a másodfokú határozat 20 millió forintra változtatta meg. Március 22-i Budapest-London járat visszautasított beszállások és podgyász incidens, 5 millió forint fogyasztóvédelmi bírság, szintén tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt a társaság fellebbezést nyújtott be, ezt június 5-én terjesztettük fel a másodfokú hatósághoz. Közérdekű bejelentés alapján tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indult még eljárás április 5-én, amely szintén a beszállások indokolatlan megtagadása miatt kezdődött, és 3 millió forintos azóta jogerőssé vált fogyasztóvédelmi bírságot szabtunk ki. Május 25-i Budapest-Frankfurt, Frankfurt-Budapest járatok miatt visszautasított beszállások, jelenleg folyamatban lévő fogyasztóvédelmi eljárás van. Továbbá a Azerbajdzsán-Magyarország labdarúgó mérkőzésre szurkoló járatot indított a Wizz Air, és ezzel kapcsolatosan pedig a repülőjegy árát megtévesztő módon tüntette föl, és itt is folyamatban van a fogyasztóvédelmi eljárás. Továbbá az ön által említett, illetve most a legutóbbi londoni ügyben is fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményeztünk. Ezeknek is, ha meg lesz eredmény, akkor ezt nyilvánosságra hozzuk. Én továbbra is úgy gondolom, hogy a 15-20 milliós bírságoknál, már igazán nem akarok a társaság vezetésének rendkívüli szakmai tapasztalataival versenyezni, amit egyébként ez a lista is bizonyít, de talán egyszerűbb és olcsóbb lenne, hogyha ilyenkor egy-két órán belül valaki a helyszínen megjelenne, és a nyugat-európai, sőt az európai légitársaságok általános gyakorlata, hogy ilyenkor azokkal az utasokkal, akik valamiért mondjuk nem férnek már fel a repülőgépre, nagyon hamar megegyeznek, és vagy szállást és repülőjegyet fizetnek nekik, vagy fizetnek nekik ott helyben készpénzt, és azt mondják, hogy átszállással tudnak eljutni, és ilyenkor általában még jelentkeznek is az utasok. Tehát amiről beszélünk, az nem valamilyen ördögi trükk, hanem létező gyakorlat, hogyha egy, nem akarok légitársaságot mondani, de több légitársaság esetén is az előfordul valóban, hogy vagy kisebb gépet tudnak küldeni, vagy pedig túl töltik a repülőgépet, azt szokták csinálni, akkor megkérdezik, hogy ki az, aki hajlandó átszállással nem másfél vagy két óra alatt eljutni a célpontban, hanem akár 6 óra alatt, és adnak ott helyben 500, 600, 700 eurót. És általában vannak, akik erre jelentkeznek, hiszen nyilván, aki nem üzleti útra megy, vagy nem feltétlenül kötött annyira a programja, hogy ne tudná ezen változtatni, ott lesznek olyanok, mint fiatalok, egyetemisták, akiknek még ilyenkor örülnek is. Ezt kulturáltan meg szokták tudni oldani a légitársaságok. A kormány nem tud segíteni ennek a megoldásában a Wizz Airnek, de tudja ösztönözni a jogszabályok alapján egyébként indokolt fogyasztóvédelmi bírságokkal, hogy ezen a gyakorlaton a társaság változtasson. Én is szeretnék Nikola Gruevski kiadatási peréről kérdezni, amin még mindig nincs eredmény, amennyire én tudom. Viszont azt szeretném tudni, hogy azt tudja, hogy mi lett a menekült státusz felülvizsgálatának az eredménye, mert nyilván részben ez alapján fog dönteni most a bíróság arról, hogy fennállnak-e a kiadatásnak a feltételei, vagy nem. Annyit tudok csak, hogy a menekült státuszt a volt macedón miniszterelnök megkapta, ezt követően pedig ennek a felvizsgálata a jogszabályi protokoll szerint történik, és emellett a bíróságnak kell dönteni a menekült státuszról. Nem tudok frissebb eredményt, mint amit önök tudnak, sőt, önök tudhatnak frissebbet, miután 10-kor volt a tárgyalásért, könnyen lehet, hogy a mai kormányinfo alatt ennek meg lesz az eredménye. Ha esetleg meg lesz, akkor még lehet, hogy jelentkezek közben, mert fognak engem értesíteni. Viszont egy macedón újságíró azt mondja, hogy kétszer is kértek kiadatást a macedón kormány, két ügy miatt is, hogy ezt ilyenkor egybe tárgyalják, vagy két külön eljárás folyik? Hogy van ez? Általános bírósági gyakorlatnak megfelelően. Uh-huh. Jó, köszönöm szépen. Még szeretnék kérdezni Farkas Flóriánról. Múlt héten jelent meg egy OLAF vizsgálatnak az eredménye, ami a Híd a munkavilágába programmal kapcsolatos. Ott az OLAF azt állapította meg, amit korábban már a magyar kormány is megállapított, hogy szabálytalanul költötték el ebben a programban a pénzeket. Mesterházi Attila megkérdezte Polt Pétertől, hogy hol jár az a nyomozás, ami indult ebben az ügyben, és ő azt válaszolta, hogy ez még jelenleg is felderítési szakaszban van, 4 éve tart ez a vizsgálat, és még nem hallgattak ki senkit gyanúsítottként. Egy ilyen hosszan elhúzódó, egy
a kormány és mások által vizsgálata alapján is viszonylag egyértelműen szabálytalanul felhasznált pénzek ügyében, ez nem rombolja az állampolgároknak az igazságszolgáltatásba vetett bizalmát? Nem rombolhatja? Illetve ehhez kapcsolódóan szeretném kérdezni, hogy abban az időben, amikor ez a program zajlott, Farkas Flórián volt az Örónak a vezetője, ő azóta is többször a Fidesz és a miniszterelnök is megvédte, és azóta is a Fidesz parlamenti képviselője továbbra is élvezi a Fidesz és a miniszterelnök bizalmát és támogatását? Tehát, ahogy ön is említette, ebben az ügyben egy OLAF vizsgálat indult. És hogyha a kérdés az, hogy egy hosszú eljárás rombolja az intézmények iránti bizalmat, akkor az első következtetés, amit le kell vonnunk, szerintem egyébként rombolja, hogy az Európai Unió iránti bizalmat rombolhatta, mert az ön által említett esetben azt hiszem több mint 3 évig tartott ez az OLAF vizsgálat. Majd ennek 2018-ban volt egy eredménye, ezt megküldte a legfőbb ügyészségnek az OLAF. Azóta, hogy a legfőbb ügyészség ezt megkapta, azt vélelmezem, hogy kevesebb, mint 1 év telt el. És az OLAF vizsgálat eredményeként a legfőbb ügyészség azt az Európában egyébként legszigorúbbnak számító gyakorlatot követi, hogyha az OLAF vizsgálat szabálytalanságot, bűncselekménygyanút feltár, akkor minden esetben nyomozást indít. Ha jól tudom, itt is ez van folyamatban. 2015-ben indult már egy eljárás, egy nyomozás ebben az ügyben. Igen, magyar, tehát a függetlenül az alapvizsgálattal erről kérdezték Olapolt Pétert, és erről kérdeztük mi is egyébként a múlt héten az ügyészséget, és nekünk is ezt válaszolták, hogy egyelőre felderítési szakaszban van. Igen, én csak azt tudom mondani, miután Magyarországon az ügyészség alkotmányosan teljesen független és a kormánytól külön áll, ami nincs így minden európai országban, nálunk így van, hogy az ügyészség azt a gyakorlatot folytatja, hogy amikor OLAF vizsgálati eredmény szabálytalanságot vagy bűncselekményt valószínűsít, akkor mindig elrendeli a nyomozást. Ez így volt minden egyes esetben. Tehát a konkrét esetben is így kell, hogy legyen, de ez a bizonyíték, mármint az OLAF vizsgálat eredménye, amennyire ez bizonyító erővel bír, 2018, ha jól emlékszem, második fele óta áll az ügyészség rendelkezésére, de minden további felvilágosítást ők tudnak megadni. Az elmúlt, igen, az el, bocsánat, a 2015-ben indult magyar eljárásról kérdeztem, hogy ez is... Igen, nem is semmilyen eljárás nem tudunk folytatni, mert nincs büntető eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskörünk. És Farkas Flórián továbbra is élvezi a bizalmukat? Hát az ártatlanság vélelme Farkas Flóriánt is megilleti. Nyilvánvaló, hogy a program sikertelenségével kapcsolatos következtetéseket levontuk. Amikor a kaszinó koncessziókat odaítélték évekkel ezelőtt, akkor a budapesti kaszinókat elnyerő Las Vegas kaszinó cégcsoport vagy cégek nevében Andy Vajna beadott egy írásos nyilatkozatot arról, hogy ő áll az egyébként külföldi és offshore cégekbe vesző tulajdonosi lánc végén, tehát hogy ő ezeknek a kaszinóknak a végső tulajdonosa. Miután ő meghalt, ez továbbra is, amennyire jól tudom, változatlanul maradt a kaszinó koncesszió, viszont most már nem tudjuk, hogy ki van ennek a tulajdonosi láncnak a végén. A kormánynak van erről friss nyilatkozata, tudják, hogy ki az a mondjuk az elmúlt évben 12 milliárd forint nyereség, amit ezek a kaszinók megtermeltek? Hagyatéki ügyekben sem vagyunk illetékesek, tehát nyilvánvaló, hogyha Andy Vajna tulajdona volt, akkor a hagyatéki eljárás lefolytatása sát követően az örökösöké lesz. Nem, ha csak erről örökre is szerződés nem rendelkezett, de ilyenről nekem tudomásom nincs és nem is lehet. Azt tudom csak mondani a koncesszióval kapcsolatosan, hogy ma az államnak a játékadó bevétele, ahhoz képest, amikor ezt a döntést meghoztuk, 220%-kal nőtt meg. Tehát 220%-a ma az állami játékadó bevétel, tehát szerintem a döntést az idő mindenféleképpen, legalábbis az állam szempontjából igazolta. Hogy addig sorsa meg nem tartozik ránk. De akkor, amikor Andy Vajna ezt a nyilatkozatot adta, nyilvánvalóan azért adta, mert fontos volt az államnak, hogy egy állami monopólium kihez kerül. Most nem is érdekel önöket, hogy ki? Nem ezért adta, hanem azért, mert ő a koncessziót feltételezem, hogy az államtól szerezte, és miután mi az átláthatóság érdekében minden korábbinál szigorúbb alkotmányos szabályokat rögzítettünk, ezért az is benne van, hogy átláthatatlan szervezettel a magyar állam szervei nem üzletelhetnek. De miután a gyakorlatban ez csak egyféleképpen tartható be, hiszen a
egy ingatlan vásárlásnál is nagyon sokszor offshore cégek vannak, és az állam például kell, hogy vegyen, mondjuk elővásárlási joggal él, akkor vesz ingatlanokat, hogy a magyar szabályok ebben az esetben a tulajdonos nyilatkozattételre kötelezik. Tehát a tulajdonosnak fel kell tárnia a valódi személyiségét olyan esetekben is, amikor egyébként egy-egy offshore cégnél a területen kívüli szabályozás lehetővé tenni azt, hogy ő fedve maradjon. Annak idején ez volt a kizárólagos oka. Ha valaki az állammal nem köt üzletet, akkor az általános szabályok vonatkoznak rá. Hát ezért kérdezem, hogy most tudják-e, hogy ki van? Én nem tudom, de még egyszer mondom, hogy nekem nem is feltétlenül kell ezt tudnom, hiszen ha az állammal az illető kapcsolatba lép üzletet köt, akkor természetesen ezt fel kell tárni. De amíg ez az állami működés nem érinti, addig az általános jogszabályi rendelkezések az irányadó. Ha már átláthatóság, mi az oka annak, hogy a kormány a korrupciós jelentést, az országról készült korrupciós jelentést nem hozza nyilvánosságra? Ez az úgynevezett GRECO jelentés. Igen. Mert ilyen általános nevet adunk neki, az Európa Tanácsnak egy szerve. Nyilvánosságra fogjuk hozni a jelentést. Szerintem belügyminiszter úr is ígérte korábban. Eszem néhány héten belül a kormány válaszával és észrevételével együtt nyilvános lesz. Jó, és még egy kérdésem van, ha jól tudom, a HVG írta meg, már nem emlékszem pontosan, hogy szó van egy olyan javaslatról, a kormány esetleg tárgyalhatja, vagy tárgyalni fogja a közeljövőben, hogy extra bért kaphatnak a közmunkások még az önkormányzati választások előtt. Tényleg van ilyen javaslat, és hogy támogatják ezt, hogy munkakeresési vagy képzési támogatás címén egy havi extra bért kapjanak az önkormányzati választások előtt a közmunkások? Egyenlőre a kormány ilyen javaslatot nem tárgyalt. Én minden olyan javaslatnak egyébként örülök, ami a plusz pénzt juttat azoknak, akik napi 8 órában vagy akár rövidebb időben dolgoznak, de a közmunkaprogramnál ugye mindig is az volt a célkitűzés, hogy akkor marad meg a piaci munka attraktivitása, hogyha a közmunkabér elmarad a minimálbértől. Ezt kell tartani, ezen belül, amit a költségvetés megenged, azt örülök, hogyha a közmunkások megkaphatják, és valószínűleg a találgatás az abból származik, még egyszerűen ilyen kormánydöntés nincsen, hogy miután ma már lényegesen kevesebben vesznek részt a közmunkaprogramban, mint korábban, volt olyan időszak, amikor 250 ezeren vettek részt, most pedig 100 ezerhez közelít még felülről a közmunkások száma, ezért a belügyminisztériumnak ezen a jogcímen marad plusz forrása, ez igaz. De ennek az elköltésére a kormány előtt a belügyminiszter eddig még nem tett javaslatot. Köszönöm szépen. Pesti srácok. Köszönöm szépen, Szarvas Szilveszter vagyok a Pesti srácoktól. Miniszter úr szerint mit árul az ellenzéki politikáról az, hogy a fővárosi ellenzék vezére az a Karácsony Gergely lehetett, akit ön is alkalmatlannak nevezett, vidéken pedig az a Márki-Zay Péter lehet az ellenzéki katalizátor, hogy az a Márki-Zay Péter bábáskodhat majd az ellenzéki polgármester jelöltek körül, aki a minap kinyilvánította, hogy a gyereknevelésben a testi fenyítésnek is szükségét érzi. Az ellenzék jelenlegi helyzetéről szerintem valóban az ellenzéki jelöltek sokat elárulnak. Az is sokat elárul, hogy azok az ellenzéki pártok, amelyek létük értelmét a rendszerváltást követő 2,5 évtizedben valamilyen antifasiszta küzdelemben látták, azok ma rohannak a Jobbik karjaiba, és hogyha lehet, akkor közös jelölteket is állítanak akár. Tehát sose gondoltuk volna, hogy Vona Gábor és Gyurcsány Ferenc pártja, vagy Schneider pártelnök úr és Gyurcsány Ferenc pártja közös politikai szövetségben olvad össze egymással, és ez számtalan helyi szinten megvalósuló együttműködést jelent, akár megyei jogú városokban intott közös polgármestereket is. Karácsony Gergely kapcsán pedig mindazt elmondtam, amit elmondhattam. Márki-Zay Péter esete pedig egy még nehezebb eset, ott ugye elsőként jött létre egy teljes körű összefogás a Jobbiktól, akkor még be nem vallottam a Jobbiktól a Magyar Szocialista Párton át a Demokratikus Koalícióig. Most ott egy másfél éves polgármesteri tevékenység értékelésére van lehetőség a választópolgároknak. Utóbbi nyilatkozattal kapcsolatban még arra kíváncsi lennék, hogy ön szerint mi történne egy fideszes politikussal, hogyha ugyanezt a mondatot elmondta volna? Nyilván 15-ször annyira hurcolnák meg, mint a most azért Márki-Zay Péterrel néhány tiszteletre méltó kivételtől eltekintve kesztyűskézzel bánó baliberális sajtó jelenlegi reakciójából az látható. Én ennek ellenére nem szeretem a túlzásokat, és
ezért a különös ügyet nem fogom kommentálni. Köszönöm szépen. Varga Juditra én is szeretnék rákérdezni, méghozzá arra a gyakorlatra, hogy arról mi a véleménye, hogy amikor Varga Judit még csak igazságügyi miniszter aspiráns volt, és a sajtóban kiderült az ő neve, hogy ő is ott van a kalapban, akkor a sajtó egy része már betámadta édesapjának egy múltjával kapcsolatban, ráadásul igaztalanul és hamisan, hiszen egy állítólagos 3/2-es múlttal támadták, amelyben pedig az a teljes igazság, hogy édesapja a szállodavezetői pozícióról is lemondott, amikor kiderült, hogy a diktatúra belügyminisztériuma mit várt volna el pontosan. Erről az egész gyakorlatról, az előzetes betámadásokról mi a véleménye? Én úgy gondolom, hogy senki nem felelős, senki nem lehet számon kérni azt, hogy az édesapja, a nagyapja az miként működött együtt a kommunista rendszerrel. Azt el lehet várni, ahol egy egészen másfajta együttműködés van, van ilyen a magyar politikai életben, hogy az illető a véleményét a diktatúrával kapcsolatosan egyértelművé tegye. De a atyák tevékenységét, mondom a konkrét eset nem is minősítve, szerintem nem lehet a fiakon számon kérni, de a lányokon sem. Köszönöm. Heti TV. Köszönöm. Breuer Péter, Heti TV és Breuer Press. Még ma is tárgyalnak Jeruzsálemben az orosz-amerikai és az izraeli partnerek a szíriai háború utáni rendezésről. Vajon Magyarország hajlandó ebben részt venni, és itt nem a keresztény, tehát a HELP rendszerre gondolok, hanem gazdasági alapokon? Ha jól tudom, akkor ezeknek a tárgyalásoknak a legfontosabb kérdése az Irán. És ez természetesen a szíriai rendezéssel, meg a térségben különösen mindennel összefügg, de Magyarország minden olyan támogatást szívesen megad, ami a térség stabilitásához, és ezen kerül pedig a migráció megfékezéséhez járul hozzá. Ezért is adunk támogatást, még hogyha ön ezt csak most mellékesen említette meg. Abszolút nem mellékesen, hanem ezen kívül. Igen. A megemlítés volt mellékes, nem vádoltam azzal, hogy mellékesnek tartja a kormány segítő tevékenységét, de ezért is támogatunk ott keresztény és nem csupán keresztény közösségeket. Akkor maradjunk a közel-keleten. Brahamben egy nemzetközi tárgyalásnak a végére jutottunk, ahol 39 ország a palesztin-izraeli konfliktusról tárgyalt, természetesen a palesztinok nélkül, de ugyanakkor az ENSZ-be, az UNRWA egy segélyszervezetbe hatalmas összegekkel újból támogatnak nem csak palesztin menekülteket, hanem ellenőrizhetetlen menekülteket, holott mi például egyszer már az amerikaiak is kiszálltak ebből, mi is kiszálltunk, de most mégis az amerikaiak visszatértek, és hatalmas összegekkel támogatták, támogatásról biztosították ezt a szervezetet. Teljesen átláthatatlan, hogy mi nem térünk vissza. Határozott válasz, köszönöm. Mi történik a jeruzsálemi oszták magyar házzal? Az osztákokkal ugye nagyon jóban vagyunk, ők ezt a második világháború óta bitorolják. Egyszer már azt mondta a miniszterelnök úr, hogy tenni fogunk érte valamit, hol tartunk? Nagyon jóban vagyunk az osztrákokkal, de nem elég jóban ahhoz, hogy ott tulajdon tudjunk szerezni. Örülnénk, hogyha már csak az arándokok miatt is, hogyha lenne egy magyar ház Jeruzsálemben, de azt, ami a korábbi terv volt, hogy esetleg a osztrák-magyar monarchia idején épült, létrejött házat, azt tegyük közös magyar-osztrák háza, azért nem tud megvalósulni, az osztrákok nem partnerek ebben. Pedig ez a monarchiából nekünk is részünk van, és az ottomán időkből fennmaradt papírok azt bizonyítják, hogy igenis tulajdonjogunk van, amiről nem mondhattunk le. Illetve senki nem fizetett érte. Ez bizonyára igaz, hogy senki nem fizetett érte, de mégiscsak a monarchia megszűnésével a jogi szabályozás úgy alakult, hogy Magyarországnak megalapozott módon tulajdonjogi igénye nem lehet. Nem is ezt próbáltuk, hanem mi szívesen megvettük volna az épület egy részét, vagy társultunk volna az osztrákokhoz, de erre hajlandóság a másik oldalon nem volt. Ugye nem vitatott, és nem lehet vitatkozni azon, hogy én egy büszke magyar zsidó lennék, és dagad a mellem, amikor a nyugati média azt mondja, hogy nem pontosan idézem, hogy mi még mindig a legvidámabb barak vagyunk, illetve, hogy abszolút biztonságban vagyunk zsidók. És akkor kiderül azt, hogy az emberi erőforrások minisztere
a kormány elé terjesztette, ha terjesztette a Magyarság Kutató Intézet bővítésének tervét. Ildikó már rákérdezett a pénzügyminisztertől, hogy ez mennyire van egyáltalán benne a költségvetésben, de nem ez a fő kérdés, hanem az a fő kérdés, hogy olyan történészek kerülnek ide, és most megpróbálom pontosan idézni, amiket angolból fordítottam, pár mondat, egyik történész. A dualizmus alatt nagyon agresszív elzsidósítás volt Magyarországon. Másik idézet. A zsidó migráció hatalmas veszélyt jelent a magyarságra, mert átvették a bankrendszert. A harmadik muszlim invázió 2015-ös migránsválság, amit én nem szeretek, főszervezői amerikai zsidók voltak. Egy újabb idézet. Illetve elég ezekből, hogy a nem létező hajam az égnek álljon. Kérem, nyugtasson meg nem csak engem, hanem azt a közel 3 millió nézőt, aki minket is néz, hogy ebben az intézményben, egy magyar állami intézmény, amit az ön meg az én adó forintjaimból tartunk majd fenn, nincs helye ilyen történészeknek, akik ilyesmiket írnak le. Megnyugtatom, hogy biztos vagyok benne, hogy miután a Magyarságkutatót egy tudományos rangú és fajsúlyos intézményként kívánja az EMMI működtetni, azért elmebetegeknek nem nincs helye ott. Akkor ezek az idézetek hamisak, vagy ez a balliberális provokáció? Én most öntől hallom, de bízom benne, hogy ez penitenciaként is érvényesíthető. Jó, akkor egy sokkal nehezebb kérdés, mondjuk az utolsó. A kormány mibe próbálja meg az embereket segíteni ebben a kibírhatatlan kánikulába? Gondolok itt például a Kórházszövetségnek mobil hűtőberendezésekről, mert a kórházakban, illetve a közterületeken elviselhetetlen a hőség. Mondjuk mi nekünk itt újságíró ritkítás, hogy mondta a szúnyogoknál? Szúnyoggyérítés. Tehát újságíró gyérítés alapon a múltkor már lázasan távoztunk innét többen, úgyhogy csak rajta, de mit lehetne tenni a közért a kórházakba és egyéb helyeken? Kína a kórházakban a légkondicionálást és az ezzel kapcsolatos programokat kell támogatni. Most éppen Székesfehérváron szeretnénk egy olyan döntést hozni, ami azt lehetővé teszi, hogy a kórház légkondicionálása lehető leghamarabb megtörténjen. Ezt a közintézményekben is jó lenne megtenni. Haladunk évről évre, de az állami intézményekben sem jobb a helyzet ma, mint a magánintézményekben. Egész egyszerűen 36-38 fokra nem vagyunk felkészülve. És elnézést, még egy utolsó, csak el. De ha jól értem, ha segítünk és hideg van, az is rossz, tehát. Nem, csak van egy középfut, amitől nem kapunk tüdőgyulladást, de nem baj, így is lehet minket ritkítani vagy gyéríteni, de a temetések is sorba kerülnek. A múltkor megkérdeztem öntől legutolsó kormányinfon, hogy a kormány tárgyalta-e azoknak a pedagógusoknak a problémáját, akik most befejezték az egyetemet, de nem sikerült nyelvvizsgát szerezniük, viszont a közoktatásban, tehát az általános és középiskolában tanárhiány van. Van-e átmeneti döntés, hogy ez a több száz tanár ideglenesen elkezdheti-e mégis a működését? Nem beszélve arról, hogy majd jön a gyerekboom, és addigra kellenek diplomás óvónők meg egyebek is. Nincs egyenlőre átmeneti döntés. A kormány továbbra is azt az elvet, amit egyébként 5 évvel korábban határoztunk meg, tehát senki kapkodással, hirtelen választással a kormányt nem vádolhatja meg, szeretne kitartani mellette, hogy az országnak is, és az ország polgárainak is az érdeke, hogyha valaki diplomát szerez, akkor legalább egy világnyelven középfokon beszéljem. Ez szerintünk nem elérhetetlen. Ha átmeneti intézkedésekre bármelyik szaktárca javaslatot tesz, akkor azt a kormány majd megtárgyalja, de főszabály szerint meggyőződésünk, hogy ez helyes, és 5 éve mindenki számára ismert. Elnézést, a szerkesztőm küldött meg egy kérdést mindenkitől. Ez az utolsó. Az előbb a repülőkről és a repülőterekről beszéltünk. Egy nemzetállam esetében nem lenne jó, hogy legyen egy nemzeti légifuvarozó, aki a repülőteret is tudja kezelni, hogy ne ilyen állapotok legyenek, mert nem csak a kórházakban nincs hűtés, meg hogy a repülők is elinduljanak időben? Először is jó lenne, ha lenne egy állami tulajdonú Budapest Airport, de tudjuk, hogy kérésünk ellenére a szocialisták ezt annak idején alatták. Minden ebből származó mai nehézségünk, ugyan nekünk kell megküzdeni ezekkel, de mégis az ő felelősségük. Tehát ebből látszik, hogy a választásnak tétje van, hogyha alkalmatlan, rossz kormányokat választanak meg a választópolgárok, akkor természetesen ezt minden köteles tiszteletben tartani, de annak a következménye évtizedekig elkísérnek. Mindaz, ami ma a Budapest Airport körül van,
az annak köszönhető, hogy a szocialista kormány azért, hogy 2006-ban megnyeri a választásokat, és szociális intézkedésekre elköltse az ebből származó bevételt, és még így is 10%-os költségvetési hiányt hozzon össze az év végére, ezért elherdálta a repteret. Most mi ezzel küzdünk, de nagyon könnyű valamit eladni, és nagyon nehéz valamit visszavásárolni, vagy akár csak megfelelő feltételeket biztosítani. Pillanatnyilag mi a jelenlegi tulajdonosokkal és menedzsmenttel próbálunk zöldágra vergődni, akiknek óriási, a legnagyobb profitjuk arányosan a budapesti reptérből van, és a legpocsékabb szolgáltást nyújtják. Az utóbbi időben talán valamilyen hajlandóság látszik az előrehaladásra. Azt egyértelmű tettük, hogy például ezt a teljesen méltatlan terminált, ideiglenes terminált, ami a fapados gépeknél van, azt vagy megszüntetik december 31-ig, vagy bezáratjuk. Tehát ilyeneket tudunk tenni. A légiforgalmazó is jó lenne, szerintem az csak ezután következne. Természetesen jó lenne. Köszönöm. Magyar Hírlap. Köszönöm, Kacso Dániel, a Magyar Hírlapról. Szó volt már Budapestről. Az Egészséges Budapest program állására kérdeznék rá. Lehet-e már tudni, mikor kezdődhet például az építkezés az új délbudai szuperkórház esetében? És ide kapcsolódva egy másik kérdés, hogy szó volt arról is, hogy 2030-ig a kormány és a főváros egy közös fejlesztési stratégiát dolgoz ki. Ennek mi az állása jelenleg? Igen, tehát ugye az ezzel kapcsolatos Egészséges Budapest programmal kapcsolatos döntések megszülettek, és most az Egészséges Budapest program végrehajtása van folyamatban. Azt is sokszor elmondtuk, hogy míg az egészségügyben, infrastruktúrában, épületekben jelentős felújítás történt 2010 és 2016-17 között, de az Európai Uniós pénzek rendelkezésre állása miatt ezek nagyrészt vidékre összpontosultak, mert budapesti fejlesztési pénzek jelentős részét a 4-es metró vitte el. Ezért most ezt az adósságot szeretnénk pótolni. A cél az az, hogy 2025-ben egy új zöldmezős beruházás keretében megvalósuló nagy kórház, ez a Dél-Budai Centrum Kórház megnyithassa a kapuit. Most ott tartunk, hogy a tervezési tervezésre írtunk ki közbeszerzést, és ha jól tudom, akkor ennek ebben a hónapban, tehát júniusban lesz is eredménye. A tervezés időtartam azt mintegy másfél évet vesz igénybe, utána engedélyezés, tehát jó esetben körülbelül 2 év múlva kezdődhet meg kivitelezési közbeszerzés, és jó esetben 2-2,5 év múlva kezdődhet meg az építkezés. És utána 25-ben legjobb esetben a kórház meg tudja nyitni kapuit. De ezen kívül számtalan más kórházi fejlesztés is folyamatban van Budapesten. A Honvéd Kórház van a nagy centrumkórházak közül a legjobb állapotban. A Szent László Szent István összevonásával megvalósuló 3. centrumkórházban komoly fejlesztésekre van szükség. Ez is része az Egészséges Budapest programnak és a Szent János Kórház fejlesztése is, ahol számtalan nehézséggel küzdve haladunk előre, és azt reméljük, hogy ha minden szerv úgy akarja, időnként vannak ezzel kapcsolatos kétségeink, de ha minden szerv úgy akarja, akkor ott is a közbeszerzést a tervezésre még a nyáron ki lehet írni. Ha nem, akkor mondani fogom a felelősöket majd név szerint. Értem, és a 2030-as stratégiáról mit lehet tudni, ami a fővárossal közös kidolgozás alatt van, ha minden igaz? Budapest 2030 valóban a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsán a kerületi polgármesterekkel, főpolgármester úrral egyeztet fel, Fürjes Balázs államtitkár, aki ezt a munkát, tevékenységet összefogja. Azt reméljük, hogy a fővárosi közgyűlés még az idei évben ezt a Budapest 2030-as stratégiát el tudja fogadni, és hogyha a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában is elfogadjuk, ami ugye a kormány és Budapestnek a közös konzultációs és részben döntéstartali fóruma, akkor lesz a kormánynak és a fővárosnak egy világos, egyértelmű koncepciója, hogy mit szeretnénk elérni Budapesten 2030-ra. Szerintem miután ilyen az elmúlt évtizedekben nem valósult meg, hogyha ez most megtörténik, akkor azért nagyon jó, mert azok a források biztosításával kapcsolatos viták, amelyek újra és újra fölmerülnek a fővárossal, és amelyekben Tarlós István is nagyon keményen érvényesítette a főváros érdekeit, akár a mi kormányunkkal szemben is, akkor azok keretek között maradnak, hiszen akkor világos, hogy milyen irányban mit fejlesztünk, milyen mértékben járul ehhez hozzá az állam, milyen mértékben tud a főváros hozzájárulni. Értem, Gyurcsányné Dobrev Klára igen aktív most már politikusként. Egy ügy kapcsolódik az ő nevéhez, legalábbis szereplője volt egy ügynek, ez az úgynevezett Emir ügy. Évek óta keveset hallni róla. Az uniós forrás kiszervezések
ről szólt a történet 2010 előtt, és az OLAF vagy az Európai Bizottság mindenképpen egy komolyabb forrást kért vissza néhány évvel ezelőtt a magyar kormánytól, mert szabálytalanságokat talált. Hogy áll ez az ügy? Kell-e fizetnünk az Uniónak a 2010 előtti intézkedések miatt? Igen, ez az ügy 18 milliárd forint kárt okozott a magyar államnak. Egész pontosan az történt, hogy az uniós pályázatoknak a kezeléséhez hoztak létre egy ilyen elektronikus monitoringes információs rendszert, ez volt az ön által említett EMIR, és ez a szerv, vagy ezt vizsgálva az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy ez a cég mindenféle hirdetmény, közbeszerzés nélkül kötött szerződést a Welt Kft-vel, és ezek a szerződések teljesen szabálytalanok voltak, és az így kifizetett pénzeket kellett visszafizetni. Ugyan három megállapításból kettőnél az ország érdekében védtük a mundér becsületét még akkor is, hogyha egyébként a hibát nem mi követtük el, hiszen ebben az időszakban Dobrev Klára, a képviselőasszony csodák csodája, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnök helyetteseként felügyelte ennek az EMIR-nek a fejlesztését. Három megállapításból kettőt sikerült nagy nehézségek árán kimagyarázni, de a bizottság a harmadikat fenntartotta, 100%-os pénzügyi korrekciót írt elő, és így több mint 66 millió eurót, összesen 17,9 milliárd forintot kellett a korábbi áldásos tevékenység eredményeként visszafizetni. Tehát ez megtörtént, ez a tranzakció következett? Meg. Tehát a kár az bekövetkezett. Értem. Még egy kérdés fölmerült a leptére kapcsolatban bennem, hogy gyorsvasútat is tervez egy ideje a kormány. Ez ügyben van esetleg fejlemény? Egy újabb nyomvonalról, a MÁV részéről lehetett hallani egy tervezetet, mikor utazhatunk gyorsvasúttal a Ferihegyi reptérre? Ahogyan ön befejezte a kérdést, annyira jogos, hogy igazából egy évszámot kéne válaszolnom, és nem a részleteket ismertetnem, de abban a helyzetben vagyok, miután még nem történt a nyomvonalról döntés, nem tudok konkrét évszámot mondani. A helyzet az az, hogy két álláspont áll egymással szemben. Az egyik az az, hogy a 100-as vonal, tehát a szolnoki vonal, ról kellene egy leágazást építeni, és hogyha ezt megtesszük, akkor gyorsabban és olcsóbban lehet a közvetlen vasúti hozzáférést a reptérhez biztosítani. A másik álláspont az az, hogy direkt vonatokra van szükség, ezért aztán teljesen új nyomvonalat kell építeni. És most a harmadik álláspont, ami talán a jó kompromisszumot jelentheti, hogy van mód arra, hogy a szolnoki vonalra úgy kössünk rá egy vonalat, hogy az direkt vasút marad, tehát hogy ne kelljen megvárni az egyébként menetrend szerint közlekedő más vonatokat. Ha ez lehetségessé válik, az ezzel kapcsolatos szakértői tanulmányok azok most készülnek, és úgy tűnik, hogy ez lehetséges, akkor vélhetően ez a legjobb megoldás. De nincs egyenlőre ebben döntés, ahogy a szakértői vélemények egyértelművé teszik, hogy melyik a legolcsóbb megoldás, úgy tud a kormány erről dönteni, és miután itt egy 200 milliárd körüli beruházásról van szó, ezért nagyon jó lenne, hogyha Európai Uniós források is rendelkezésre állnának, mint a tervezés önmagában egy másfél évet vesz igénybe, hogyha a következő uniós ciklusban vannak olyan források, amelyek erre lehívhatóak, akkor legalább részben Európai Uniós társfinanszírozással kellene ezt megtenni. A mostani tervek szerint a vasúti fejlesztéseket az Európai Unió következő 7 évben is jelentős mértékben, sokkal jelentősebb mértékben az útépítéseket fogja támogatni. Köszönöm szépen. Népszava. Danulna Népszava. Én a költségvetésről kérdezem önt is, az egészségügyről. Ma tárgyal Kásler Miklós Cser Ágnessel az egészségügyi bérekről, és azt szeretném megkérdezni, hogy mekkora mozgástere van a miniszter úrnak ezen a tárgyaláson. Nyilván tudja ön is, hogy különböző orvoscsoportokban különböző feszültségek vannak. Fogorvosok levelet írtak a pénzügyminiszternek. Az orvosi kamara tiltakozási eszközt szavaztat meg éppen a tagjaival. És akkor még sorolhatnánk, ugye most halt meg tegnap egy érsebész, és ezzel a budapesti ellátás bizony kicsit kiukadt. Tehát, hogy mit lát, hogy milyen lehetőségek vannak, van-e még akkor mozgásterük? A mozgásterő magában is jelentősen nagyobb, mint korábban, hiszen ha jól emlékszem a pontos számra, akkor egészségügyre mintegy 600 milliárd forinttal költünk most többet, mint 2010-ben. De ehhez képest a pénzügyminisztérium jutott egy külön forrást a jövő évi béremelésekre, ami a pénzügyminisztérium költségvetésében van, és több ágazat béremelésének fedezetéül szolgál, ez összesen 152 milliárd forint. A valóban
Kásár miniszter úr Cser Ágnes elnökasszonnyal ma tárgyal, ott ők megfogalmazzák a saját igényeiket, a kormány ezt meg fogja tárgyalni, és majd tehát lesznek jövőben béremelések, és ezeknek a mértékéről a kormány fog dönteni. A cél az az, és ezt is szeretnénk, hogyha valamennyi ágazattal egyeztetnénk, vagy megegyezésre jutnánk ez az optimális eset, vagy ha nem, akkor ismernénk az igényeket, és valamennyi ágazat tekintetében jó lenne, hogy a kormány egyszerre döntene. Mi látjuk azokat a szándékokat, hogy sokan ezt, miután még van egy önkormányzati választás, annak részévé kívánják tenni, de mi ennél fontosabbnak gondoljuk az egészségügy hosszú távú koncepcionális fejlesztését. A korábbi időszakban is arra törekedtünk, hogyha lehet több éves bérmegállapodásokat kössünk. Nincs ebben még kormánydöntés, de én most is azt támogatnám egyértelműen, hogyha lehet, akkor állapodjunk meg 20-as, 21-es és 22-es béremelkedésben. Még akkor is, hogyha ma az, hogy az európai gazdasági növekedésnek a jelentős mérséklődése, az nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz a magyar gazdaságra, de akár úgy is meg lehet állapodni, ahogy a szociális hozzájárulási adó csökkentésnél megállapodtunk, hogy bizonyos gazdasági növekedés felett automatikusan csökkennek az adóterhek. Tehát én örülnék annak, hogyha több éves bérmegállapodás lenne. Az orvosbéreket is soha egyetlen egy ciklusban nem emelte az aktuális kormány olyan jelentős mértékben, mint 2014-18 között, de természetesen ettől még az orvosoknak az igénye jogos, hogy az európai átlagtól, különösen a nyugat-európai átlagtól még így is elmaradnak az orvosbérek. Tehát nagyobb lépést tettünk, mint valaha, de még mindig nem tartunk ugyanott, ahol mondjuk egy osztrák vagy egy német orvos bérezése tart, sőt jelentősek a különbségek, tehát nyilván folytatni kell a béremelést. Ennek a konkrét mértékét én most nem tudom megmondani. Forrás van az egészségügyi minisztérium, tehát az Emberi Erőforrások Minisztériumának az egészségügyi részlegénél, illetve konkrét béremelési, bérfejlesztési forrás van a pénzügyminisztériumban. Pontosan mekkora részt az egészségügyre a 150 milliárd forintos pénzügyminisztériumi tartalékból? Azért nem lehet tudni, mert direkt nem osztottuk el, felmértük körülbelül az igényeket, és ennyit tudott pillanatnyilag a pénzügyminisztérium a költségvetésbe betervezni. Nagyjából ez a mozgástér, de valamelyest még ez is bővíthető. Egyre gyakoribb a gyógyszerhiány, most a legesleg kedélyborzolóbb a konakion hiánya volt. Most úgy tűnik, hogy lesz orvosság, mert hogy behozták a nagykereskedők, viszont az ára meg 10-szereződött a térítési díja. Az volna a kérdésem, hogy nem gondolja a kormány, hogy ilyen esetekben, amikor ilyen helyzet alakul ki, akkor és egy kvázi életmentő vitaminról van szó a csecsemők számára, akkor valamilyen módon ezt a térítési díjat átvállalja a szülőktől. De hát, hogyha egy a csecsemők egészsége szempontjából kulcsfontosságú gyógyszerrel tisztelesően nő, akkor ott van állami feladat, ezzel egyetértek. És akkor ennek milyen gyakorlati következménye van, amit most ön mondott? Gyakorlati következménye az, hogy az egészségügyi kormányzat hoz egy előterjesztést, a kormány erről dönt. Meg tudja erősíteni az egészségügyi bizottságban, a Népületi Bizottságban Kovács József úr alelnöknek a bejelentését, hogy tárgyalt a kormány az SMA-s betegeknek a gyógyszeréről, és sikerült lealkudni a zárát, és azért a 18 éven aluliak jövő évtől megkapják valamennyien. Azt tudom, hogy az egészségügyi államtitkárasszony tárgyalt ebben az ügyben. Én azt nem tudom, hogy ennek már kézzelfogható eredménye van, de örülök, hogyha így van. Köszönöm. M4. Köszönöm, Baka Zoltán, m4privatbankár.hu. Maradnék az egészségügynél. A kórházak adósága 40 milliárd forint körül jár idén. Júniust írunk. Az egyik beszállítói csoport már jelezte, hogy sürgetnék a kormányt, hogy most nyáron, tehát év közepén rendezzék ezt az adósságot. Ne várják meg vele a szokásos évvégi adósságrendezést. Van-e ilyen terve a kormánynak? A kormánynak az a terve, hogy a legalább az ideit követően ne legyen több olyan év, ahol az adósságállomány az több tízmilliárdossá fejlődik év végére. Természetesen mindig előállhatnak rendkívüli helyzetek, ez eredményezhet néhány milliárdos hiányt, de az a helyzet az a kormány szándékai szerint, még ha hosszabb ideje fennáll, akkor sem elfogadható, hogy minden év végére 70-80 milliárdot kell a központi költségvetésben kiegészíteni. Ez akkor megy, és a kormány egyértelműen ezt a feladatot adta az Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy a finanszírozást úgy gondolja újra, hogy pontosan határozzuk meg, hogy melyik kormánynál mi az a kapacitás, ami elégséges ahhoz, hogy évvégén ne kelljen ezt újra és újra minden évben eljátszani. Úgyhogy azt reméljük, és
hogy mikor fizeti ezeket ki a kormány, előbb-utóbb ki szokta, ezért most is kifogja. Nem tudom, nincs egyelőre kormánydöntés, de a legfontosabb az az, hogy az idei évet úgy zárhassuk, hogy jövőre azt tudjuk mondani minden kórházigazgatónak, hogy a felelős gazdálkodás szabályai szerint olyan kapacitásokat állapítottunk meg, amiből a kórház ki tud jönni. És akkor utána lehet vezetői felelősséget érvényesíteni. Ma az a baj, hogy miután a finanszírozás eltérő attól függően, hogy milyen egészségügyi ellátás van egy adott kórházban, ezért áll elő újra és újra ez a helyzet, ami rendkívül szerencsétlen. Tehát nincs egy olyan kormánydöntés konkrétan erről. Akkor jól értem, összefoglalva, idén-nyáron nem várható konszolidáció. Nincs, ha erre sor kerül, akkor évvégén fog sor kerülni, és jövőre viszont garantáltan nem fog újra termelődni a kórházi adósság. Ha a szándék az bizonyosság lesz, akkor igen. Másik témám banki azonosítás, ugye a múltkori kormányinfón beszéltünk erről, azóta sok minden történt. Most arra volnék kíváncsi, hogy mi indokolta, hogy október végéig hosszabbították meg a határidőt. A Bankszövetség szeptember végi határidőt javasolt, a kormány javaslata augusztus vége volt, és ehhez képest azt a Törvénylakotási Bizottság kezdeményezésére végül egy október 31-i időpontot fogadtak el. Mert parlamentáris demokráciában élünk, és a Fidesz frakció kezdeményezte az október 31-ét. A frakcióvezető úr felhívott, ezt közölte, én vigyázba álltam és tudomásul vettem. Van-e, lehet-e ennek köze az októberben esedékes önkormányzati választáshoz? Erről a frakció tud tájékoztást adni, a kérés az volt, hogy halasszunk. Ugye miért állt elő a helyzet? Mert erről érdemes néhány szót szólni. Az, hogy ez a helyzet előállt, és nekünk segítenünk kellett, az egyértelműen a bankoknak a felelőssége. Természetesen fel lehet vetni az Európai Uniós szabály, ami bennünket belső jogalkotásra kényszerített, az jó volt vagy sem, de ez 2 éve ismert, a bankok kötelezettségévé teszi az adategyeztetést, majd azzal találkozunk a határidő lejárta előtt 1 héttel, hogy még 1,2 millió ember esetén ez nem történt meg, ami ugye a számla zárulásával jár együtt. Mi segítettünk, de az, hogy a bankrendszer ezen a vizsgán megbukott, az ettől független, hogy mi segítünk, mert nem akarjuk azt, hogy a bankrendszer hibájából, illetve adott esetben az Európai Unió életidegen szabályozásának hibájából a magyar polgárok számára álljanak elő hátrányos helyzetek. A Bankszövetség tájékoztatása szerint több ízben is jelezték a kormánynak, és nem csak 1 héttel a határidő előtt, hogy nehézkesen halad. Hát gratulálunk hozzá. Nem állam. Hát nem 1 héttel a határidő előtt derülhetett ki a kormány számára sem, hogy beavatkozás. Ez a része, ez egyértelmű. Én csak azt mondom, hogy van egy Európai Uniós szabály, ami ugye pénzmosás, terrorizmus elleni küzdelem része. Most természetesen az is megvitatható, hogy jó ez a szabály vagy sem, de nem tudunk mit tenni, kötelező uniós direktíva. Ez a bankoknak azt a feladat adja, hogy 2 év alatt az adatokat egyeztessék, ellenőrizzék valamennyi fogyasztó esetén. Ehhez képest előáll egy helyzet, hogy a 2 év eltelik, és 1,2 millió ember van, akivel ez nem történt meg. Mi szívesen segítünk, nem a bankokon, mert rajtuk önmagunkban nem segítettünk volna, de a polgárokon kénytelenek vagyunk segíteni, hogy ne zárolják a számlájukat, de ettől még a bankoknak a saját felelősségéről is illet volna valamit mondani. A törvénymódosítás azt hiszem 3 napot adott a bankoknak a hatályba lépést követően, hogy értesítsék az ügyfeleiket. Mi történik akkor, hogyha egy bank ezt nem teljesíti? Milyen következményei lesznek? Hát van egy bankfelügyelet, ami most már nem a pénzügyi szeretek állami felügyelete, mert az beolvadt a jegybankba. A kérdés szintén indokolt, a jegybank is teljesen független intézmény, de én minden ezzel kapcsolatos vizsgálatot helyesnek és indokoltnak tartom. Utolsó téma, családvédelmi akcióterv. Ugye tegnap is megjelent még 2 rendeletmódosítás szabályozással kapcsolatban. Várható-e még július 1-ig további módosítás, vagy lezártnak tekinthető az akcióterv szabályozása a hatályba lépésig? Én nem tudok ma olyan kérdésre, amit szabályozni kellene. Ugye ez a 2 módosítás, ez semmiben nem változott a korábbi szándékunkon. Kiterjesztette ott a felvétel lehetőségét, ahol erre szükség volt. Az egyik éppen az, hogy miután itt előzetes igénylésre a júliusban születendő gyerek esetén nem volt lehetőség, mert a szabályozás csak július 1-ével lép hatályba, ezért a júliusi gyermekek esetén a baba megszületése után is lehet babaváró hitelt igénybe venni. És a másik szabályozás pedig egy technikai kérdés volt, de sokak számára fontos, hogy ha valaki a rossz adós nyilvántartásban van, de visszafizeti a
adósságát, akkor ne kelljen egy évet várni arra, hogy a babaváró támogatást igényelhesse, hiszen ez a program céljával ellentétes. A program célja az, hogy minél többen, akik gyermekeket hajlandóak vállalni és nevelni, ők ebben a támogatásban részesülhessenek. Tehát ez nem indokolt a részvétel akkor, ha valaki egyébként komoly adósságokkal rendelkezik, amiket vissza kellett volna korábban fizetni, és nem tette meg, de ha ezt megtette, akkor viszont nem érdemes még egy évig kizárni. Tehát ez egy kiterjesztés volt, én további változást nem látok szükségesnek. Esetleg konzultálta a kormány a bankokkal, illetve a bankszövetséggel arról, hogy minél gördülékenyebb legyen az ügyintézés, legyen esetleg meghosszabbított nyitvatartás, több ügyintézőt állítsanak erre a területre? Hát ilyen mélységekben nem szívesen szólnánk bele, ez szintén a banki felelősségi körbe tartozik, de természetesen több konzultációra is sor került. Végül arról kérdezném még, hogy milyen felülvizsgálati lehetőségei vannak az érintetteknek abban az esetben, hogyha esetleg több bank is elutasítja a hitelkérelmüket. Ugye ez annyiban érdekes és más helyzet, mert nem egy klasszikus banki hiteltermékről van szó, hanem ez kapcsolódik egy 10 millió, a babaváró esetében egy 10 milliós támogatás, ráadásul egy társadalompolitikai célja a kormánynak. Azzal összefüggésben az egész akcióterv. Tehát ennek ellenére is az az általános szabály, az irányadó bankok feletti törvényességi felügyelet az a Nemzeti Bankhoz tartozik, tehát hozzájuk lehet fordulni panasszal. Köszönöm. 444. Jó napot, én Erdély Péter vagyok a 444-től. A Gruevszki kiadatás ügyében megszületett a döntés a törvényszéken, és hogy úgy döntött a bíróság, hogy nem állnak fönn a kiadatásnak a feltételei. Akarják ezt kommentálni, mi a véleményük? Tiszteletben tartjuk a bíróság döntését. Mit gondolnak, hogy ezzel most nyugvópontra ért a vele kapcsolatos jogi eljárás? Tehát, hogy ez a mostani döntés az azt jelenti, hogy ő hosszú távon menekült státuszt élvez Magyarországon, és itt is fog maradni? Én öntől hallottam most a döntésről, de ha jól értelmezem, akkor ez azt jelenti, hogy a menekült státusza biztosított, a kiadatás feltételei nem állnak fenn. Ettől még, hogy ő menekült státusza Magyarországon marad, vagy az Európai Unió bármely más államában megy, vagy azon kívül kér menekült státuszt, ez meg nem tartozik ránk. Értem. Még a Gruevszkivel kapcsolatban múlt héten is itt volt szó róla, és akkor azt mondta a miniszter úr, hogy semmilyen jogcímen, semmilyen szerződéses jogviszonyban nem állunk a volt macedón miniszterelnökkel, illetőleg, hogy csak olyan mértékben segítik őt a magyar hatóságok, amiben minden menekültet segítenek. Én ezt szeretném ezzel kapcsolatban két pontosítást kérdezni. Az egyik az, hogy tehát akkor ő azért a tevékenységért, amit a külügyminisztérium környékén tanácsadásként végez, díjazásban nem részesül, hogyha jól értem. Az én ismereteim szerint semmilyen díjazás nem kap. Oké, és a másik pedig, hogy ez olyan mértékben segítik a magyar hatóságok, amennyiben minden menekült státuszt szerzett menekült, hogy ez pontosan mit jelent ez a segítség? Tehát, hogy magyar tanfolyamokat fizetnek ki az állam? Most én tényleg nem tudom. Nem, tehát a jogszabályok azt egyértelműen rögzítik, hogy menekült mire jogosult, és ő is ugyanazokat a jogokat élvezi, és ugyanazokat a kötelezettségek terhelik, mint amelyek minden menekültet. Tehát semmilyen különleges státusz nincsen. Oké. Az érdekelne még, a héten volt szó a sajtóban arról, hogy a Országos Bírósági Hivatalnak az elnöke, Handó Tünde esetleg az Alkotmánybíróságra kerülne Stumpf István helyére, és ezt többen az igazságügyminisztériumi forrásokra hivatkozó írták, a kormány számol-e azzal, hogy ő a mandátuma előtt távozik az Országos Bírósági Hivatal éléről? Független szerv az Országos Bírósági Hivatal, és ha jól számolom, akkor az elnökasszony megbízatása az 2020. december 31-éig tart. Semmilyen formában a kormány ennek a rövidítésében nem tud és nem is akar beleszólni. Azt is szeretném megkérdezni, hogy a növekedési hitelbank csődjével kapcsolatban megjelentek már tegnapi napon hírek azzal kapcsolatban, hogy jegybankelnök úrnak a fiai, illetve az ő üzleti partnerei néhány nappal azelőtt vették ki a pénzüket a növekedési hitelbankból, hogy a jegybank korlátozta ott a betétek kivételét, és aztán nem sokkal később be is dőlt a bank, és jelentős pénzösszegekben ragadtak a csőd miatt. Engem az érdekelne, hogy erről mit gondol a kormány, nem tartják egy gyanúsnak, hogy pont ilyen szerencséjük volt, hogy pont a jegybank elnök úr fiai, illetve az ő üzleti partnerei tudták még épp időben kimenekíteni a pénzüket, míg másoknak beragadt a pénzük a bankban. Azért sem gondolok róla semmit, mert nem tudom, hogy az állítás igaz-e, és a kormány pedig a Nemzeti Bankkal kapcsolatos semmilyen ügyben nem is lenne elegáns, hogyha véleményt nyilvánítana, hiszen a Nemzeti Bank egy független intézmény, javaslom a Nemzeti Bank megkeresését. De hát ön ugye jogász, hogyha jól tudom, hogyha ha az a helyzet van, hogy a Nemzeti Bank elnökének fiai
még pont azelőtt tudják kivenni a pénzüket egy bankból, hogy ott a Nemzeti Bank eljárásának az eredményeként befagyasztják a betéteket. Ez önmagában, ha egy ilyen helyzet fönnállna Matolcsy Györgytől teljesen függetlenül, az nem volna gyanús, az nem olyan, mintha bennfentes kereskedelem történne? Azt nem tudom, hogy ön jogász, de hogyha azt elmondja nekem, hogy a kormánynak ehhez mi köze, mert hogyha ön bennfentes kereskedésre gyanakszik, vagy bármilyen bűncselekmény elkövetésére, akkor abban megint nem a kormánya az illetékes. Tehát kormány azt, rendszeresen nyilvánít mindenféle büntető eljárással. Igen, igen, azt szerintem ezzel önmagában nincs is baj, de kezdeményezni nem kezdeményez büntető eljárást, ráadásul ön állít valamit, amiről én nem tudom, hogy valós-e, nekem információim nem hogy nincsenek, nem is lehet. Lehetnek, ahelyett, hogy megkeresné a Nemzeti Bankot, hogy ez így van-e vagy sem. De akkor nem aggasztja önöket ez a helyzet? Hát miután nem tudok róla, és egyenlőre ezt ön mondta, ami természetesen nekem nagyon fontos, de mégiscsak a tényeknek és a szememnek hiszek, ezért nem tudom, hogy az állítás igaz-e, tehát legyen kedves a jegybankot megkeresni az ügyben. Köszönöm szépen. Növekedés.hu. Fellegi Tamás vagyok, növekedés.hu. A családvédelmi akciótervvel kapcsolatban azt szeretném kérdezni egyrészt, hogy ugye, hogyha most ez itt elindul júliusban, és ugye egyidejileg meghosszabbították ugye a banki ügyfél igazolás határidejét is, hogy a kettő most némiképpen ütni fogja egymást, hogy ez mennyire okozhat problémát, bár hát félig meg is válaszolódik azzal, hogy lehetséges, hogy ezért került október 31-ére a másik határidő, tehát a kettő okozhat-e gondot, hogy egyidejűleg nehezedik a bankokra. Vagy akár könnyebbséget is jelenthet. Mi ennyit tudtunk segíteni a bankoknak. Jó, köszönöm szépen. A másik kérdés pedig az, hogy a családtámogatási akcióterv költségvetési hatásait mennyire vizsgálták. Például ugye önmagában a hitel, a babaváró hitel kamat támogatása, ha most durván 5%-nek tekinthető, hát ezt könnyű kiszámolni, hogy ez egy hitel esetében egy évben 500 000 forint, és hát ezt be lehet szorozni, hogy mondjuk 1 millió hitel esetében ez már 5 000 milliárd forint, nyilván ez egy túlzott szám, tehát közben bármi lehet. És nyilván a megszületett gyermekek esetében a kiadás azt számolták, tehát az a cél, hogy a megszületett gyerekeknél ez meglegyen, de hát közben elég nagy kiadás merül föl, és hát előfordulhat ugye nem fizetési kockázat is a későbbiekben ilyen nagy hitelvolumennél, hogy mi lehet a költségvetési hatás. Tehát a költségkeret felülről nyitott, és azt reméljük, hogy minél többbe fog kerülni, ez az a sajátos helyzet, hiszen minél több gyermek születik, annál többbe kerülhet a program, és annál eredményesebb, és itt az állami érdek az kivételesen nem az, hogy az állam ezen spóroljon, hanem az, hogy minél több gyermek szülessen, és ebből adódóan legyen minél több kiadása. Ami a mostani becsléseket illeti, a 2009-es költségvetési forrásigény a mi becsléseink szerint 5,1 milliárd forint, a 2020-as pedig 26,3 milliárd forint. Tehát készséggel elfogadom, hogy ezt nagyon nehéz most megbecsülni. Jó, köszönöm szépen. Magyar Fórum. Köszönöm szépen, Medvecz Katilla, Magyar Fórum. Azt látjuk, hogyha a főpolgármester választást a liberálisok nyernék meg, akkor legalizálnák a kannabiszt, és ugye az ENSZ, ha jutom, tegnap tette közzé a drogjelentését, és ebbe az van benne, hogy a kannabisz a legelterjedtebb drog a világon, és Schermer Ádám, aki főpolgármesti posztról álmodozik, kijelentette, idézem, ha egy ország tenni szeretne a kábítószerek valódi káros hatása ellen, akkor az első lépse a kannabisz és származékainak legalizálása, sőt, ebből az állam is profitálna. Miniszter úr, mi lesz a fővárossal, ha az ellenzék átveszi ezt a Schermeri doktrinát, nevezzük így? Szerencsére egyelőre nem önkormányzati hatáskörben van
a drog liberalizáció, hanem államiban. Tehát a válaszom az, hogy ebben a nem várt és a főváros számára rendkívül negatív esetben sem történne semmi. De egyébként tényleg megdöbbentőnek tartom azt, hogy nemzetközi szervezetek milyen elképesztő ideológia vezérelt, tudományosan egyébként nem alátámasztott marhaságokat tudnak leírni. Értem, következő kérdésem, vagy lehet, hogy elkerült a figyelmem, de nem láttam olyan baloldali vagy liberális politikust, aki megemlékezett volna a 100 évvel ezelőtti hazai kommun áldozatairól. Miniszter úr, áldozat és áldozat között lehet-e különbséget tenni? Nyilvánvalóan nem lehet különbséget tenni, mert aki áldozat és áldozat között tesz különbséget, az emberi méltóság azonos, mindenkit megillető azonos volt a között is különbséget tesz. Én sem láttam ilyen politikust. Mindannyian meg tudjuk magyarázni, de ez szétfeszíti a jelenlegi kormányinfó kereteit. Értem, köszönöm. Az erdélyi magyarok annó nagyon örültek Románia EU csatlakozásának, hogy abban bíztak, hogy végre az ő helyzetük is nagyban javul majd. Hát csalódniuk kellett, mert ugye az EU intézményei fülük botját sem mozdították a Kárpát-medencei őshonos kisebbségeket érti jogfosztások ügyében. Mivel magyarázható ez az érdektelenség? Sajnos azt látjuk, hogy az Európai Unió szívesen beszél kisebbségekről, de a nemzeti kisebbségek jogairól már sokkal kevésbé. Ezért támogattuk annak idején minden erőnkkel és energiákkal a Minority Safe-ek aláírásgyűjtést. Azt reméljük, hogy például ilyen közösségi kezdeményezések segíthetnek bennünket ahhoz hozzá, hogy az Európai Unió ezt a problémát, a nemzeti kisebbségeknek a problémáját is sajátjának érezze. Eddig nagyon-nagyon kevés történt ezen a területen, és egyébként úgy gondoljuk, hogy az egy állam működésének a minőségét mutatja, hogy a nemzetiségek számára milyen feltételeket biztosít. Szerintem a magyar alkotmányos szabályozás példamutató, az kell, hogy nemzetközi standard legyen, ami anyanyelv használatot, anyanyelven való oktatás lehetőségét teljes körűen biztosítja, és a közösségi autonómiát is elismeri, tehát egyéni és közösségi jogokat ismer el a nemzetiségeknél. Utolsó kérdésem, hogy lesz-e valamilyen következménye a hatházi féle aláírásgyűjtésnél akciónak? Úgy tudom, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot folytat a jogállás adatkezelés, vagy a vélelmezetten jogállás adatkezelés miatt. Ha jól tudom, akkor külföldi szervereken tárolták a magyar választópolgárok adatait. Az a sajátossága az ügynek, hogy azok a személy szerint az a képviselő és azok a politikai erők, akik a kormánypártokat szokták megvádolni bármilyen illegális adat felhasználással, ami teljesen valótlan, mert mi mindig azok voltunk, akik kifejezetten legális alapon gyűjtöttünk csak és kizárólag hozzájárulással adatbázist, többszörösen vélet módon. Ehhez képest azt látjuk, hogy ha ők egy aláírásgyűjtést szerveznek, akkor az adatvédelem szempontjából a legalapvetőbb elveket is megsérti. Köszönöm. Vasárnap.hu. Bejlenics Franciska, Vasárnap.hu. Az első kérdésem nekem is hatházi aláírásgyűjtése ellen elindított vizsgálattal kapcsolatos, hogy a kormánynak van-e feladata ebben az ügyben? Miután Magyarországon a Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság teljesen független hatóság. Ráadásul korábban ugye ez ombudsmani formában valósult meg, de a hatósági forma a bírság kiszabását is lehetővé teszi, ezért nekünk semmilyen feladatunk nincsen. Ha esetleg a hatóság arra a következtésre jut, hogy ez jogalkotási kötelezettséggel járna, vagy legalábbis javaslatot tesz arra, hogy a jogszabályokat módosítsuk, akkor ezt meg lehet vitatni, de én egyenlően nem látok ilyen szükségszerűséget, be kellene csak tartani a jogszabályokat, de ezt a konkrét esetben nem a kormány, hanem a hatóság felügyeli. Több mint fél éve nem hajlandó kifizetni a kúria felmentő ítéletének rendelkezésébe foglalt bűnügyi, illetve védői költségeket a Szegedi Járásbíróság László Petra ügyében. Ezzel gyakorlatilag ugye a társadalmi elvárásokkal megy szembe a bíróság, hiszen az ilyenfajta eljárás nem nevezhetjük valódi igazságszolgáltatásnak. Kinek lenne a feladata a bíróság által elkövetett jogsértéseket szankcionálni, illetve az igazságügyi minisztériumnak nem lenne ezzel valami feladata?
Miután a konkrét ügyet, az ítéletet ismerem, de a bűnügyi költséggel kapcsolatos rendelkezéseket nem, ezért megint után nézek és visszajelzek, akár még a két kormányinfó között is. Természetesen a bírósági ítéleteket, a jogerős bírósági ítéleteket, azt lehet kritizálni, egyet nem értem, de mindenkinek tiszteletben kell tartani, és be kell tartani. Ja, az utóbbi napokban több ízben is támadás érte a kormányt a klímavédelemmel kapcsolatban, hogy a miniszter urat is a 2050-es tervek miatt, illetve a KDNP-t pedig Schmuck Erzsébet kritizálta. Hogyan állunk valójában a klímavédelemmel? Ugye nem ez a legjobb fórum arra, hogy a sajtót bántsam, de meg igazából amit leírtak, az számomra legkevésbé sem volt sérelmes, de a magyar politikánakban sok oka van annak, hogy egy összetett mondat elmondása veszélyekkel jár, és ebben nem csak a politika is kivette a maga részét, de megnyugtatóan látom, hogy a sajtó is kiveszi a maga részét. Tehát a helyzet az klímavédelem ügyében, hogy szerintem kár állvitákat kezdeményezni ott, ahol nincs nézeteltérés. Mindenki sokszor elmondta, a kormány is, a miniszterelnök is, hogy természetesen mindenki érzékel egy veszélyhelyzetet, mindenki azt szeretné, hogyha tisztább környezet, levegő, élhetőbb klíma lenne, és ennek érdekében tárgyalunk arról, hogy mit kellene tenni. Most ezeknek a tárgyalásoknak volt egy eredménye, ami rögzítette azt, hogy 2030-ra milyen kötelezettségeket vállal a szén-dioxid kibocsátás csökkentésben Magyarország. Ez a 40%-os csökkentés, amit vállaltunk, ez tartható lesz évről évre, legfeljebb 1-2%-os elmaradással, de tartjuk is, és Magyarország azok közé, az országok közé tartozik, amely a lehető legtöbbet tette annak érdekében, hogy a klímavédelem szempontjai érvényesüljenek, hiszen 1990-hez képest a 40%-os csökkentést azt 2030-ra tartani fogjuk, 40 év alatt 40%-os szén-dioxid csökkentés. Most a karbonsemlegesség, ami 2050-es célként jelent meg, az 65%-os csökkentést írna elő. Erre mondtam azt, kétségkívül azt összetett mondatot, hogy ha és amennyiben már egyszer megegyeztünk abban, hogy 2030-ig mit kell teljesíteni, ebben mindenki egyetért, ezt senki nem tette vita tárgyává, ezt az egyezményt senki nem nyitotta ki abban az értelemben, hogy 2030-ig kellene tovább haladni, gyorsabban többet elérni, hanem hogy mit kell csinálni 2030 és 2050 között, erről zajlik a vita, akkor ebben valóban sietségre nincs ok, illetve ha sietünk, az sem jár semmilyen eredménnyel. A helyzet az, hogy további szén-dioxid kibocsátás csökkentésnek is van értelme, és nem, hogy van értelme, szükséges, indokolt, de két dolgot, sőt három dolgot látni kell. Az első, ez atomenergia nélkül lehetetlen. Ma nincs olyan tudományos véleményálláspont, ami azt mondja, hogy ilyen mértékű szén-dioxid csökkentésre a legkörnyezetbarátabb energiaforrás atomenergia nélkül van lehetőség. A másik, hogy ahhoz, hogy ne jussunk el oda, ahova a németek eljutottak, akik bezárják az atomerőműveket, atomenergiában termelt energiát vásárolnak külföldről, és háromszor annyi az energiaár, mint nálunk, ahhoz erre a szempontra is tekintettel kell lenni, és amikor kialakítunk egy Európai Uniós költségvetést a 2020 és 2027 közötti, vagy 21 és 27 közötti időszakra, akkor igenis, ha ez egy cél, már pedig mi támogatjuk, hogy egy közös cél legyen, akkor ehhez megfelelő ösztönzőket kell a költségvetésben a tagállamok rendelkezésére bocsájtani. És végül pedig, ha valahol van globális felelősség, mi mindig hangsúlyozzuk a nemzeti felelősséget, nemzeti szolidaritást, de ha valahol van globális felelősség, akkor a klímavédelemnél van. Ma a legnagyobb szennyező nem az Európai Unió, hanem Kína és az Egyesült Államok. Ehhez képest az Egyesült Államok még a Párizsi Klímaegyezményt is felmondta. Tehát miközben van egy globális versenyképességi, gazdasági verseny, abban akkor tudunk részt venni, Európa akkor lehet eredményes, hogyha a többi nagy szereplővel közösen tud klímavédelmi célokban megállapodni. Ezek voltak a magyar kormány szempontjai. Kétségkívül ez bonyolultabb, mint mondjuk a migrációs vita volt, de szerintem nem érthetetlen, és szerintem jó, hogyha a magyar közélet szereplői és a nyilvánosság valamennyi szereplője megtiszteli egymást azzal, hogy értelmesen beszél egy olyan kérdésről, ahol a célban szerintem valamennyien egyetértünk. Még egy utolsó kérdés, hogy mit jelent hazánkra nézve az, hogy az Európa Tanács új főtitkára horvát nemzetiségű lett, illetve megszavazták-e a magyar tagok az orosz delegáció visszatérését? Az első kérdésben azt mondom, hogy azt jelenti, hogy boldogok vagyunk. Mi is a horvát jelöltet támogattuk a belga jelölttel szemben. Tehát örülünk annak, hogy az Európa Tanács főtitkára a horvát miniszterelnök helyettes asszony lesz a következő 5 évben.
orosz ügyben is ellentmondó információk jelentek meg, ami részben, amihez az járult hozzá, hogy az ügy bonyolult volt, mert itt kettő szavazásról beszélünk. Az első szavazás, az gyakorlatilag leegyszerűsítve és a lényegre koncentrálva egy házszabály módosítással tette lehetővé az orosz delegációnak az Európa Tanács parlamenti közgyűlésébe való visszatérést. És ezt a házszabály módosítást a magyar delegáció nem támogatta. Ha jól emlékszem, akkor tartózkodtak. Ugye a parlamenti... Nem szavaztak. Köszönöm szépen a segítséget. Tehát ezt nem támogattuk. Majd amikor ezt már elfogadta az Európa Tanács parlamenti közgyűlése, magyar szavazatok nélkül, akkor ezt követően a mandátum igazolásról kellett szavazni, az orosz delegáció mandátum igazolásáról, ami egy formai kötelezettség, csak most egy politikai vita miatt vált politikai kérdésé, de ezt mi, noha nem támogattuk eredetileg a házszabály módosítást, de miután azt már elfogadta a közgyűlés, ezt mi egy automatizmusnak tekintettük, és az eddigi gyakorlatot folytatva ezt már megszavazta. Tehát két szavazás volt, és az elsőnél nem vettünk részt a szavazásban, a másodiknál pedig a mandátum igazolást már megszavaztuk. Ez a rendkívül árnyalt álláspontja volt a delegációnak, és azért vagyok képben, mert Németh Zsolt képviselőtársammal tegnap beszéltem, és ő hosszan felvilágosította a helyzetről. Köszönöm szépen. És utolsóként Magyar Hang. Köszönöm szépen, Bodac Péter vagyok a Magyar Hangtól. A sajtótájékoztató alkalmával többször is szóba került a repülőtér, illetve a vízerügye. A magyar állam tette, illetve a jövőben tervezi-e, hogy ajánlatot tesz a repülőtér megvásárlására? A magyar állam nem tett ajánlatot, és egyelőre nem látjuk a feltételeit annak, hogy ajánlatot tehessünk. A helyzet az, hogy talán nem szerencsés, hogy én konkrét piaci értékekről beszélek, de az nyilvános adat, hogy mennyire adták el annak idején a szocialisták a repülőteret. Ebből lehet következtetni a mai ára, még azt is hozzáteszem, hogy a legnagyobb nyerességgel működő repülőtért, vagy az egyik legnagyobb nyerességgel működő repülőtér, azt hiszem, hogy a tőkéhez viszonyított nyereséget nézve a legnagyobb. Tehát ha ezeket figyelembe veszük, akkor meg lehet becsülni az árat. Egész egyszerűen a magyar költségvetésben ez az összeg nem áll rendelkezésre. Ugye 464 milliárd forint volt az eladási ára a repülőtérnek. Ehhez képest úgy hozzávetőlegesen milyen ára kalkulálnak most 2019-ben, vagy az évtized végén? Igen, ez a kérdés, amire nem tudok pontosan válaszolni, de ennél több. Ennek fényében milyen döntés volt az ön szerint, hogy 2011-ben, ugye a Gyurcsányék által kötött szerződés értelmében már az Orbán kormány 36,6 milliárd forintért adta át a 25%-át a Ferihegyi repülőtérnek? Utána a 75% az teljes cégvezetési jogot adott, ezért a 25%-nak a jelentősége az majdnem a nullából volt azonos. Vagyonként nem nulla. Bocsánat? Vagyoni értelemben nem nulla, lehet, hogy a döntésében nem szólt. Az irányítás tekintetében nincs jelentős. De ma az összes bajunk abból származik, hogy a repülőtér semmit nem fejlődött, miközben 2008-ban talán 8 millió utas volt, most meg 15 millió fölött vagyunk, de még az már 16 millió fölött. Ezekbe, tehát ami a probléma megoldásához szükséges eszköz, az 2010-ben nem volt a kormány kezében, 2005 után soha nem volt. A vagyoni tekintetet azért is gondoltam fontosnak kiemelni, hiszen egy 25%-os részesedést adott el az állam 36,6 milliárd forintért. Hogyha nem ezt a 36,6 milliárdot nézzük, és nem is azt, hogy a döntésekbe beleszólásaik voltak, mégis egy cégnek a 25%-os tulajdon részéről van szó, amit, ahogyan is utaltál, rendkívül módon fölértékelődhetett az elmúlt évtizedben. Az a helyzet nem változott, hogy ehhez a 25%-hoz semmilyen cégirányítási jogosítvány nem járt. Tehát annak idején is többszörös értékbecslés után került sor az értékesítésre, és az önérve a legjobb ellenérv a kérdés irányával kapcsolatosan, hiszen a helyzet az, hogy akkor se ért már kevesebbet a Budapest Airport, sőt többet ért. Tehát hogyha annak idején kölcsönös megegyezéssel több nagy, ilyenkor nemzetközi cég becsüli fel az értékét a tulajdoni hányadnak, az nem, hogy nem 25%-át érte a korábbi vételárnak, hanem töredékét, az jól mutatja, hogy miután érdemi irányítási jogok nem jártak együtt ezzel a tulajdonrésszel, ezért ennek valós értéke nem volt. Tehát a valós értéke nem volt több, mint amennyire annak idején a kormány adta. 2011-ben az ország gazdasági helyzete lényegesen rosszabb volt, mint most. Ugyanakkor arra az időszakra visszatekintve ez a 36,6 milliárd forint mit jelentett államháztartás szintjén?
meg kell nézni, a GDP lényegesen kevesebb volt, most ha jól emlékszem, tehát talán az idei évben fogjuk a 44 ezer milliárdos GDP-t elérni, ha minden jól megy, akkor az idei évben. Szerintem akkor már 30 ezer milliárd alatt volt az éves GDP, ez a viszonyítási szám. Én ezredék szint. Bocsánat? Én ezredék szintről beszélünk akkor. Nem értem, amit... Ezredék szintű. Hát, mondom, ez két objektív szám. Köszönöm. A vízerrel kapcsolatban szeretném kérdezni, ahogy ön említette, eddig több ügy kapcsán jogerősen összesen, ha jól számoltam, 23 millió forint büntetést kapott a vízer, azért, mert tisztességtelen magatartást folytatott az utasaival szemben. Ön szerint ez a tétel mennyire rémiszti meg a vízert, azt a vízert, amelyiknek az éves bevétele 2018-ban 512 millió euró volt? Három folyamatban lévő eljárás van. Én szerintem azt az elvet kell érvényesíteni a közigazgatásban is, nyilván a konkrét határozatokat nem én hozom, hogy a vízernek ne érje meg a tisztességtelen piaci gyakorlat. Ezt mindig az adott légitársaságnak a szolgáltatásához kell viszonyítani, tehát szerintem az jelent megfelelő motivációt a vízernek, hogy tisztességesen járjon el a fogyasztókkal szemben, hogyha jobban, ha már önmagában ilyen belső indítatása a cégnek nincsen, ami nagyon szomorú, de az jelent kellő motivációt, hogyha az a bírság, amit egy-egy adott esetben kap, az lényegesen több, mint amiben neki a tisztességes eljárás került volna. Az állam és a vízer szerződésben van közszolgáltatási szerződés keretében üzemelteti a légitársaság a Budapest és a nyugat-balkáni fővárosok közötti járatokat. Gondolt-e arra a kormány, illetve foglalkoznak-e azzal a gondolattal, hogy ezt a közszolgáltatási szerződést valamilyen módon módosítsák annak érdekében, hogy a vízzel tisztességes magatartást folytasson az utasaival szemben? Ha a kérdés úgy merül föl, hogy bárhol azért vonnánk el kormányzati támogatást, hogy járatokat szűkítsük, akkor ezt semmiképpen nem javasolnám, csak és kizárólag akkor, ha van olyan légitársaság, ami akár állami támogatással, akár anélkül, de hajlandó helyére lépni. Mert különben súlyosabb negatív gazdasági következményei lennének erre az országra nézve, mint ami nem vagy elvárható, mint ami megérné az országnak. Tehát az ország érdekét tartjuk szem előtt, akkor az fontos, hogy minél több várossal legyen légi összeköttetés. Sőt, tovább megyek. Ezt az ügyet szerintem külön kell kezelni a bírság ügytől. Magyarországnak abszolút érdeke lenne, hogy napi szintű járat legyen Marosvásárhelyre, ha lehet napi szintű járat legyen Kolozsvárra. Tehát én ezt a kettőt élesen külön választanám. Azzal egyetértek önnel, hogyha két társasággal is meg lehet állapodni ilyen támogatásról, és a Wizz Air továbbra is ilyen gyakorlatot folytat, akkor nem a Wizz Air-t kell ügyben részesíteni, csak sokszor sajnos nem volt más választás. Hát lett volna más választás, ugye a nyugat-balkáni járatokra a kormány írta ki a pályázatot, még ha jól emlékszem 2014-ben vagy 2013-ban, és ez lényegében olyan feltételeket szabott a pályázók számára, amelyet csak a vízzel tudott teljesíteni. Ennek mi volt az oka? Hát ez az ön állítása, de én ezzel állítással vitatkozom. Tehát... Hát vadonatúj gépállománya, olyan repülőgépekkel, amelyek legalább 200 utas tudnak befogadni, és még van jó néhány tétel. Hát én szerintem ennek elég sok európai légitársaság megfelelő, most említett. A vízer és a kormány közötti közszolgáltatási szerződés keretében évente mennyit fizet a vízernek a magyar állam? Nem az adófizető pénzben? Nem tudom, de feltételezem, hogy a szerződés nyilvános, hogyha nem, akkor az e tekintetben fennálló és nem üzleti titkot képező közcélú juttatások nyilvánosak, tehát nem kívánjuk ezt eltitkolni. Köszönöm. A minap Kásler miniszter úrra megjelent egy interjú az Origo.hu-n, ahol Kásler miniszter úr azt mondta, hogy 2010-hez képest jelenleg mintegy 6000-rel több orvos teljesít szolgálatot Magyarországon. Ehhez képest ugyanakkor azt látjuk, hogy egy érsebésznek a sajnálatos halálával a fővárosi ellátás az meginog. A traumatológusoknak a szervezete jelezte, hogy nagyon-nagyon súlyos működési zavaraik vannak, amelyek elsősorban financiális okokra vezethetők vissza. Ez nem csak az eszközfinanszírozást jelenti, hanem a béreket is. Mindeközben a Magyar Orvosi Kamara az a fenyegetőzik, illetve már bedobta a múlt héten azt, hogy a túlmunka szerződések felmondásában próbálják a kormányt jobb belátásra bírni, már ami a béreket illeti. Itt most arra az ellentmondásra szeretnék rákérdezni, amit Kásler miniszter úr mondott azzal kapcsolatban, hogy jobb az orvosi ellátottság, és
az, amit látunk, hogy nagyon-nagyon súlyos problémák jelentkeznek elsősorban fővárosban, nem csak fővárosban. Tehát ezt az ellentmondást hogyan tudja feloldani? Egyik az egy ténykérdés, hogy mennyi orvos dolgozik ma Magyarországon. Ezzel kapcsolatosan számszerű adat áll rendelkezésre. A miniszter úr kormányülésen is azt elmondta, hogy ma valóban több ezer orvossal többen teljesítenek Magyarországon szolgálatot. Az ön által említett alkalmi nehézségek, azok lehetnek egészségügy szervezési kérdések, de szerintem az orvos létszám az egy olyan objektív adat, amit nem tud megcáfolni egy-egy átmeneti az egészségügy területén előálló nehéz helyzet. Például, hogyha már orvos ilyennel tartunk, 2018 végén éppen orvos hiány miatt kellett bezárni a Honvéd kórháznak a koraszülött intenzív osztályát. Máshol is jelentkeznek orvos létszámmal kapcsolatos problémák. Ugye a traumatológusoknak az ugye az szintén erre utal, amit a MOK bedobott, hogy a túlmunkát azt próbálja, a túlmunkaszerződéseket mondanak. Tehát most feltételezem, hogy elég orvos volna, nem volna szükség túlmunkára. MOK-ot azt annyiban talán vonjuk ki ebből a vitából, hogy az teljesen érthető egy kamarától, hogy minél nagyobb orvos béremelést szeretne, és ennek érdekében a nyomásgyakorlás eszközeivel él, akár ez fenyegetés is lehet. Tehát ezt én nem rónám föl egyetlen egy kamarának sem, amíg ezt mondjuk méltányosan és törvényes keretek között teszi. Az pedig egy más kérdés, ami az egészségügyi szakmai irányításnak egy fontos kérdése, hogy önmagában az, hogy több orvos van, az azt is jelenti, hogy nincsenek hiány szakmák, és azt látjuk, hogy de vannak hiány szakmák, anélkül, hogy én az egészségügynek mélyebb szakértője lennék, hogyha az ember intézményvezetőkkel beszélget, akkor elmondják, hogy melyek azok a területek, ahol semmilyen gond nincs azzal, hogy az orvos utánpótlás biztosított legyen, és melyek azok a területek, ahol vannak ilyen gondok. És természetesen, ha vannak ilyen gondok, ott erre az orvosképzéssel, szabadabb bérezéssel lehet reagálni, ez a mindenkori egészségügyi irányításnak a feladata. A traumatológus társaságot szóba hoztam az előbb, és még egy kérdés erejéig. Ők azt kezdeményezik, hogy a kormánya üljenek le. A kormány hajlandó a traumatológusokkal külön tárgyalást folytatni, vagy a MOK-kal folytat tárgyalásokat, egyáltalán folytat-e tárgyalásokat bárkivel? Hát, természetesen a kamara és az egészségügyi kormányzat szokott egyeztetni, de ez az egészségügyi kormányzatnak, az államtitkár asszonynak és a miniszter úrnak a feladata ezt meghatározni. A traumatológus társasággal egy asztalhoz ül az illetékes kormányzati szerv? Ez is az ő feladatuk eldönteni, hogy a kamarával tárgyalnak, vagy pedig a traumatológusokkal külön is. Ha jól értem, akkor nem született még erről döntés, hogy egyáltalán szóba állnak-e velük. Azt nem tudom, hogy döntés született-e róla, de szerintem ennek a döntésnek nem a miniszterelnökségen, és még csak nem is a kormányban kell megszületnie, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériumában. 2018-ban és 2019-ben is jelentős gazdasági növekedés volt, ezt ugye a kormány több fórumon is bemutatja. Ehhez képest sem 2018-ban, sem pedig 2019-ben úgy tűnik nem lesz orvosbéremelés. Ennek mi az oka? Ez az állítás szerintem nem felel meg a valóságban. Akkor mi felel meg a valóságban? Az, hogy 2018-ban volt orvosbéremelés, és az idei adatot is meg fogom ennek nézni, de 2018-ban biztos vagyok benne, hogy volt orvosbéremelés. Akkor javítson ki, mennyi orvosbéremelés volt tavaly? Még egyszer mondom, meg fogom nézni ennek a konkrét százalékot, és tájékoztást adunk erről, de a orvos... És az az állítás is igaz, amit az előbb elmondtam a kollégájának a kérdésére, hogy soha egyetlen egy ciklus nem tud mondani, amikor olyan mértékű orvos béremelés volt, mint a 2014 és 18 közötti ciklusban. A szakorvosoknak a bére jelenleg legalábbis, hogyha a bértáblát nézzük, 455 ezer forint bruttó. Ez... Én egy adat rémlik most nekem, de miután a KSH ezeket az adatokat nyilván tartja és elkészíti, ezért... Könnyen utána nézhetünk, hogy kinek van igaza. Egy olyan szakorvos, akinek 8 éve van szakorvosi végzettsége, az most, ők most körülbelül 700 ezer forint bruttó bérrel rendelkezik, ez az átlag. Ez a jövedelem 2010-ben 221 ezer forint volt. Én nem állítom azt, hogy 700 ezer forint bruttó sok. Az Orvostudományi Egyetem talán a legnehezebb egyetem, az orvosi munka nehéz, szép és megbecsülésre érdemes munka, de hogy a 220-30 ezer forinthoz képest a 700 ezer forint az egy jelentős fizetésemelés, ezt mégis csak 8 év alatt, a jelenlegi kormány alatt sikerült elérni, én úgy gondolom, hogy ez egy méltányolható kormányzati álláspont. Még egy kérdésem maradt, ez pedig az otthonápolási díjakkal kapcsolatos. Ugye, volt a parlamentben is kezdeményezés az LMP részéről azzal kapcsolatban, hogy azoknak az otthonápolási díját, akik időseket, illetve nem gyermekeket ápolnak otthon, azokat is megemeljék arra a szintre, ahol a gyermekeket otthonápolóknak az otthonápolási díját hozták. Ezt leszavazta a Fidesz, pontosan nem szavazta meg. Mi ennek az oka?
várható ezen a téren őket érintően valamiféle korrekció? A jelenlegi keretek között ezt továbbra is a gyermekek esetén tudjuk garantálni. Ennek több oka is van. Az egyik csak a költségvetési korlát, a másik pedig az, hogy a többi esetben azért vannak valóban nagyon nehéz támogatásra érdemes és szívszorító esetek is, de vannak visszaélések is, és ez sokkal nehezebben szűrhető ki ebben az esetben. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, mindenkinek további jó munkát kívánunk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.